Akkor elkezdjük. Akkor szeretettel köszöntök mindenkit. És ha valaki véletlenül nem tudja, hogy ezeken a cetliken mi van, akkor azért nem árt tudni. Most azért nagyon sokan egy kicsit úgy mellé vetődtek, mondván, hát ezen vannak az idézetek. Hát emlékezzünk vissza, hát végeredményben. Itt általában, mivel az emberi lustaság az mérhetetlen, főleg, hogyha személyes érintettség okán beszélhetek erről. Tehát az ember nem könyvekkel érkezik, hanem könyvekből kiír idézeteket. Általában ezek az idézetek felmondásra kerülnek, hát van, amikor nem, de most eleve idézetekkel kezdjük, és reményeim szerint akkor a mai alkalommal a témakört eszmei szinten berekesztjük. Tehát azt kell mondani, hogy bármelyik irányból lehetne folytatni, és egy kicsit az ember úgy szomorkodik, mert itt a Zarathustra vallás kapcsolata a mágus hagyománnyal, ez azért annyira nem lett kifejtve és nem lett tisztázva, tehát itt valami úgy szépen zárójelbe van téve. A mai alkalommal egy ilyen eszmei kifuttatása az ügynek. Tehát ez az, ami még hátra van. És hát ahhoz képest, hogy ezt talán évelején kezdtük el, és egy-két alkalomra gondolt az ember, hát nyár van már lassan. Tehát nagyon hálás ez a téma, és most nagyon sok lesz az ismétlés. Tehát először is magának a mágiának és a mágus hagyománynak a természetéről, ókorból megörökölt fogalmak világát figyelembe véve, nyilvánvaló módon, amikor mondjuk a magyar művelődés történet Szent István előtti vagy Szent István utáni évszázadaiban megjelennek a mágusok, de úgy, hogy név szerint titulussal ellátva, tehát mágus a titulus, és valamikor még nevesítik is, hogy éppen hogy hívják. Hát emlékezzünk a híres vataféle úgymond pogány lázadásra, vatafia János, vagy János, ezt már megtárgyaltuk talán éppen egy héttel ezelőtt, hogyha emlékezetem nem hagy most cserben. És ott elhangzik a krónikákban, hogy ő sok mindenkit, papi személyeket gyűjt maga köré. És ott hát végeredményben a latin nyelvű szövegben az szerepel, hogy multos magos, ezt általában úgy szokták lefordítani magyarra, hogy sok varázslót gyűjtött maga köré. Hát gondolom nem nehéz belátni, a mágus és a varázsló nem ugyanaz a kategória. A mágus az mágus, a varázsló az varázsló, és hát reményeink szerint azért majd keressük azokat a határokat, ahol mondjuk a kettő érintkezik egymással. De a mágus olyan módon téveszti meg általában a hivatalos kutatás történet kiválóságait, mondjuk elég könnyen tévednek, tehát azt azonnyomban hozzá kell tenni, hogy nyilván ez nem lehet magyar eredetű fogalom. És nyilvánvaló módon mi a középkori latinságból vettük át ezt a fogalmat, hogy mágus, de amikor a krónikás írja a krónikát, hát akkor nyilván varázslóra gondol, vagy valami bűbájos személyre, aki mindenféle inkább a hókusz-pókusz kategóriájába tartozó átalakításokban élen járó varázslatokat végzi el, és általában valakit varázslónak neveznek, ott pillanatok alatt egy lejtmenetet meg lehet indítani, mert annyira le van már járatva a varázslatnak, varázserőnek, varázslónak a fogalom világa. Ez úgy nekünk is hozzá kell edződnünk, hogy meg kell tisztítani ezeket a szavakat, és valódi szellemi fénnyel megvilágítva eredeti helyükre kell visszahelyezni. De egy biztos, a mágus az ténylegesen mágus. Tehát ez azt jelenti, hogy nem visszafordításként jelenik meg, nem átültetésnél, hanem komolyan kell venni, hogy van egy mágus hagyomány, van a mágus vallási örökség, és van egy mágus papirend. Na most ennek a mágus papirendnek a létét, a jelenlétét
közvetett módon, mert itt hát az eredetiséget bizonyítani kellene, erre pedig most nincsen túlságosan nagy lehetőség, a jó szándék az kétségtelen, és hogy valódi hagyományból dolgozott Fehér Mátyás Jenő az egészen biztos. A Kassai Kódex világára gondoljunk, hát ez magyar nyelven, hát eleve magyarul is írja meg, Fehér Mátyás Jenő dolgozza fel. Először, ha jól emlékszem, 1968-ban lát napvilágot. És érdekes módon akkor még a magyarországi kutatás történetbe is egy kicsit olyan reveláció erejével hat, mert ahogy mondani szokták, hát ilyen réseket pillanatok alatt kitöltött az ott lévő adathalmaz, és nagyon sok mindent hát összefüggésében lehetett érzékelni. De a kutatás történetre, ahogy lenni szokott, oda-vissza, tehát a zsáka foltját. Tehát szokjunk hozzá ahhoz, hogy sajnos azt kell mondani, hogy néha ami mondjuk nagyon a magyarság ellenében dolgozó, és ezt néha nyíltan vállaló, és ugyanakkor pedig az, amelyik nagyon értünk vallomástevésen keresztül megnyilatkozó, nem biztos, hogy éppen azért, mert a nevünkbe lép fel, vagy értünk szólal meg, hogy ott minden tekintetben igazságot fogunk találni. És Fehér Mátyás Jenő művére is végeredményben ez jellemző. Ennek egyetlen egy lelki oka van, vagy személyiség ügyekre visszavezethető oka. Ez az évszázadok óta bevett hivatalos, idézőjelbe helyezve történelmi tananyag. És hiába jelennek meg kőkemény tények, egyszerűen nem lehet levetkőzni azt az elképesztő beidegződést, hogy hát azért Szent István csak. Hát azért csak behozta az idegeneket. Csak kiirtotta a régi vallást. Ez úgy beült, hogy ehhez képest egy vasutas fent a vasút bakján, egy ilyen kabinba zártan, hát egyszerűen nem lehet már hasonlatokat és példákat találni. Tehát nagy valószínűség szerint ez a rögeszme, ameddig nem történik valami tisztító vihar, ami viszont nem biztos, hogy mi azt olyan nagyon nagy mosolyok közepette éljük meg, ennek a nemzedéknek a fejéből már nagyon sok mindent nem lehet. Szép szóval, értelemmel, okokozati összefüggések megvilágításával, hogy úgy mondjam, egy kicsit kitessékelni, mert az mindennapi élet annyira meg van nyomorítva, hogy nincs idő utána nézni és tájékozódni. Tehát marad egy ilyen szimpátia alapján történő érzelmi elfogadás, elégedetlenek vagyunk sorsunkkal, keressük az okok okozóját, hát kiben lehetne megtalálni Szent István, kész a történelmi képlet, és a sarkantyós csizmánkért és a huszár ruhánkért pedig hát szépen sorba állunk, hogy ezt most már mi megérdemeljük, ha ilyen szép és magasztos dolgokat mondunk. Csak hogy az a Szent István kép végeredményben, ami most úgy helyjel közzel majdnem mindenhol fellelhető, annak semmiféle történelmi valóságos alapja nincsen. De annyira semmi, hogy gyakorlatilag hát legalább 8 évszázadon keresztül példák zuhatagnyi áradatával lehet alátámasztani és bizonyítani, de a hiteles példák mégsem számítanak. Miért nem számítanak? Mert már azt is nehéz eldönteni, hogy mit tekintünk hitelesnek, és mit tekintünk hiteltelennek. Tehát most aztán forog velünk a világ a maga felgyorsult ütemével és ütemében. Most a Kassai Kódex, amiből azért én idézni fogok, még a mai alkalommal tényleg kincses bánya. Csak nagyon sokszor pontosan ott, ahol pontosítani lehetne fogalmakat, kérdéseket tisztázni, azért nem lehet, mert Fehér Mátyás Jenő tulajdonképpen kivonatolt szövegeket tett közzé, olyan módon, hogy annak a kornak a szemléletét szó szerint rávetítette, mondjuk a 13. század társadalmi, vallási, kulturális életére. Olyannyira rávetítette, hogy a különféle témaköröket feldolgozó tanulmányok is
hát egyik zsákutcából vezetnek a másikba, mert mindig abból indulunk ki, vagyis ő is abból indult ki, hogy Szent István előtt, ha a kereszténység itt jelen volt, akkor ez egy ilyen kóbor lélek volt, ami néha azért meghúzhatta magát. Egy biztos, hivatalosan csak Szent István korától kezdve lett kereszténységgel, tehát egyetemes nagyságrend vonatkozásában kereszténységgel számolni, és ez úgy lett elterjesztve, hogy külföldi hittérítők hintették, és természetesen a magyar értékek visszaszorítását eredményezte, a magyar ősvallásnak a elhalását, és hát itt azért voltak nagyon komoly, hogy úgy mondjam, nép és nemzet ellenes intézkedések is. És mondok például egy illusztris példát, tehát elmennek ezek a szövegek, tehát fel van téve az STK keretes szemüvegnek egyébként volt, tehát nem bántani akar az ember ilyen szellemi óriásokat, de nagyon nehéz a látásmódon változtatni. És mondjuk az egyik tanulmány részben hosszadalmasan fejtegeti Fehér Mátyás Jenő, hogy tulajdonképpen milyen érdekes, hogy hát már Bulcsú kereszténynek tételeződik. Gyula kereszténynek tételeződik, hiszen Konstantinápolyban megkeresztelkednek. Hiszen Ajtony kereszténynek tételeződik, ráadásul görög szerzeteseket telepít le, mondjuk bizonyos általa alapított kolostorokba, és ez milyen jó és milyen pozitív. Na most gondolom érzékelünk valamit. Hát ha Ajtony ide görög ortodox szerzeteseket hoz be, akkor tulajdonképpen hozhatna latin szerzeteseket is. Hát ugyanúgy egy szellemi kiforgatás és hazaárulás műveletéhez asszisztál. Az erdélyi Gyula ügyét is megtárgyaltuk. Hát ha ő Turkia térítő püspökét hozza magával, és mint erre a térítő püspökre még a 13. században is a bizánci birodalom hivatkozik, hogy neki Magyarországhoz azért van jussa, mert itt Konstantinápolyból bizánci térítés történt. Akkor ez miért pozitívum? Tehát, hogy érthető legyen, itt vannak tulajdonképpen a nagy fordulatok és gondok és nehézségek, hogy bizonyos dolgokat nem vagyunk hajlandók komolyan venni. Ezek a dolgok pedig mik? Hát az, hogyha van és tételezünk egy önálló magyar kereszténységet, márpedig régészeti leletekkel ezt igazolni lehet, Árpád kor, tehát Árpád vezér korából az egész Kárpát-medencét kitöltő módon, régészeti mellékletként megjelennek a honfoglaláskori erekje tartó mellkeresztek. Tehát van egy ilyen jelenség. Ugyanakkor pedig végig lehet a magyar történelem nagyjait tallózgatva felidézgetni Szent István előtt, és majdnem mindegyikről írásos bizonyítékunk van, hogy keresztény. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy létezik ez a keresztény vallás. Létezik őshonos, jelenvaló, etnikum specifikus, tehát a magyarságra jellemző, és azzal egy másodpercre nem leszünk nagyobbak és tündöklőbbek, hogyha éppen nem az egyik Rómából hozunk be hittérítőket, hanem éppen a másik Rómából. Ugyanis a római kereszténység két központtal rendelkezik, az egyik a Kelet-Róma, ez Konstantinápoly, a másik pedig Nyugat-Róma, és ez pedig a Róma-Róma. Nos, ez római kereszténység. 1054-ben történik meg az úgynevezett vallásszakadás. Tehát 1054-ig nem is szabadna arról beszélni, hogy a római kereszténység, válaszd Rómát, holnap tiéd az ország, vagy Konstantinápolyt, na, Bizánc jelét magamra vettem alapon. Hát ugyanúgy rómainak tételeződik. Csak az egyik helyen a liturgikus nyelv, a görög mellett inkább a latin, a másik helyen pedig a liturgikus nyelv, hát sokkal inkább a görög. És hát ez okozza tulajdonképpen a félreértéseket és a nagyarányú tévedéseket. Amit viszont mi megpróbálunk feltárni, vagy megtalálni és megkeresni, hát azért volt néhány alkalom, hogy ezekkel a kérdésekkel elidézzünk,
az mégiscsak az, amit még a 13. században is, ahogy jeleztem, a Kassai Kódexnek a kicsit fésületlen adatvilága, hát az sejtett. És miért okoz problémát a Kassai Kódexnek olyan kutatása, amit mondjuk az ember szívesen tekintene forrásértékűnek? Tehát miért kell jelezni, hogy ezek közvetett, tehát nem közvetlen bizonyítékok, mondjuk egy mágus hagyománynak a jelenlétére? Mert végeredményben egyetlen egy hiteles jegyzőkönyv sem került még publikálásra. Tehát amit mi Kassai Kódex címen ismerünk, az a legkorábbi változata is 17. századi átírásból való. Ugyanakkor pedig a II. Világháború forgatagának vége felé Fehér Mátyás Jenőnek érthető okok miatt hát legkisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy mondjuk az egész kódex tartalmát át tudja írni és ki tudja másolni. Tehát ez azt jelenti, hogy ő valamiből dolgozott, valamit közzétett és publikált, és nagyon sok helyen, ahol nagyon fontos lenne a pontosítás, most már azért nem lehet, mert a beidegződés benne is tökéletesen működött. Tehát ilyen esetben nagyon jó lenne tudni, hogy hol használják a pogány szót, pagánusz, hol használják a mágus szót. Tehát amikor ő kivonatol mondjuk jegyzőkönyvek szövegéből, akkor eleve az a beidegződés íratja ki vele, ahol lehet érzékelni, hogy ő mondjuk egy ötmondatos részt, hát tömörít mondjuk egy-két szóban. És bármennyire hihetetlen, ez a legnagyobb veszteség jelen pillanatban. Tehát az ő tömörítései, rövidítései, és tulajdonképpen pontosan az, hogy nem tudjuk, hogy mennyi a valódi hiteles adat, mennyi az, amit ő tömörítés révén gondoltam alapon hozzátesz, hogy ez így közérthető, hogyha mondjuk pogánynak nevezzük. Hát nagyon sokszor, még a 13. században, és látni fogjuk ezt majd, ilyen mondatok jönnek elő, amit viszont nem lehet kitalálni. Hogy a régi hitű magyarok. Tehát a régi hitű magyarok milyen ünnepet tartanak. Na most gondolom érzékeljük, hogy ezek az adatok valóban biztosan kétséget erős, vagyis kizáró módon jelen voltak az eredeti perek szövegeibe. Mert 13. századra azért nem hiszem, hogy bármelyikünk is, mondjuk a Kassai Kódex nem ismeretének birtokában, feltételezi azt, hogy még vidáman. És ezekből a művekből a következő derül ki, mintha ez lenne a többség Magyarországon. Tehát az óhitű magyarok. Na most itt lettem volna kíváncsi, hogy ott milyen kifejezés szerepel, hogy óhitű magyarok. Vagy a régi hiten lévő magyarok. 13. században. És nem néhány pár száz éves vénemberről van szó, akik csodaszerhez jutva életük tartalmát mondjuk évszázadokra meg tudták nyújtani, hanem fiatalok. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor az ifjúságról van szó, hogy az öregek tanítják a fiatalokat. És az ifjak is, és az öregek is a magyarok régi hitén vannak. Az óhitű magyarok. És hogy végződnek általában ezek a jegyzőkönyvek? Itt vissza lehet emlékezni, általában hozzá kell tenni, mert néha azért vannak kemény ellenlépések. Ami teljesen meglepő. Hit ellen nem vétett semmit. Hát most gondoljuk azért végig, ezt már azért megtárgyaltuk, bejön valaki madártollas öltözetben, de csak úgy szerényen, madártollas viselet. Úgy néz ki, mint egy püspök palástban, csak a palást madártollakkal van felékesítve. Aztán ugyanez az ember hatalmas nagy tüzet rak, valamit a kezébe ragad, és itt megint jó lenne az eredeti szöveget ismerni, hogy mi az, ami a kezében van. Mert élek a gyanú perrel, hogy nem dob. És állandóan dobbal találkozunk.
hogy dobból jósol, dobbal révül. Na most sem a mágus nem használt ilyet, sem a táltos nem használt ilyet. Viszont mind a mai napig a magyar néphagyományban, gondolom tudjuk, jövendőt nagyon emlékeztet ám a dobra, és ráadásul annyira feszes és olyan nagy és jó és feszített a kávája is, hogy akár mekkora, hogy úgy mondjam, valamilyen típusú készséget, mondjuk egy jó nagy kanalat, vagy valami ütőféleséget a kezünkbe veszünk, nyugodtan lehet rajta dobolni. De ezt rostának hívják. Semmi köze tulajdonképpen, nyilván emlékeztet a dobra. És a rostával való, rosta lyukán keresztül való jövendőlési mód, ez mind a mai napig létező hagyomány magyar kultúrterületen. Na most azért nem nehéz kitalálni, hogy a rostát mondjuk állandóan magyarázgatni kéne jegyzetekben. Sokkal egyszerűbb dobot gyanítani ott, ahol lehet, hogy nem dobról van szó. A másik pedig a szita. Ez a szita-szita péntek. Szerelem csütörtök, dobszerda. Tehát a szita is ebbe a kategóriába tartozik. Csak ez egy kicsit olyan szitásabb, az egy kicsit ilyen jámborabb, de a rosta az tulajdonképpen az egy nagyon, hogy úgy mondjam, erőteljes készség. És fényes égi testeket, hát gondolom azért mindannyian tudjuk, rostalikán keresztül szoktak vizsgálni. Tehát bármennyire hihetetlen, ma senki nem gondolná, hogy azok a készségek, amelyek mondjuk, hát itt most már a népi hagyományra kell utalni, ami egy mindennapi háztartásban jelen voltak. Azok nem csak a hétköznapi életet szolgálták, hanem az ünnepit is. Nem csak hétköznapi ügyeket lehetett elintézni mondjuk, hanem szertartáson keresztül ünnepi jelenségeket is meg lehetett valósítani. Tehát erre én például kíváncsi lennék, hogy mi volt a kezébe, mondjuk annak a valakinek, aki ilyen palástban, madártollas palástban, lábbelién pedig ilyen madárkörmös lábbeli. Hát ha külön hangsúlyozzák a szövegek, azért ki lehet találni, hogy lábbeli madárkörmös. Azért ez elég feltűnő jelenség volt. És pár száz éven keresztül így sétálgatni a Kárpát-medencében, ilyen viseletbe, azért gondoljuk végig. Hát Szent István nagyon nagyot aludt. Valószínűleg. Tehát, hogy érthető legyen, 13. században a magyarok óhite, a magyarok régi hite teljes ornátusban, szertartásrendben, papi rendben jelenik meg. Most bármennyire hihetetlen, különös, ha csak ennyit tudnánk, már azon nyomban visszamenőleg dolgokat újra tárgyalni és újra helyére kellene tenni. Tehát a Kassai kódex, ahogy jeleztem, tényleg kincses bánya. Aztán, hogy végeredményben mit használtak, ha dobra lehet gyanakodni, mondjuk mivel adott ritmust, ha madárruhás öltözetben volt. Hát én egy alkalommal, és nagyon jó, hogyha az ember személyesen találkozik ilyen készségekkel, találkoztam egy olyan jogarral, tehát jogarral. Ez egy indián sámánnak volt a kezébe, most mondhatok ilyet. Aztán utána lehet finomítani, de úgy nézett ki, mintha sámán most külön megszorítással. És részt vettünk egy póva szertartáson, hát ezt a Tibetben is ismerik ugyanilyen néven, de ott a nagy tavak környéki észak-amerikai indiánoknak évenként szokták megrendezni, úgy valamikor a őszi napi egyenlőség előtti napokban. Tehát úgy szeptember vége felé. És hát oda meg el lehet menni, tehát nyilvánvaló módon, hogyha valaki véletlenül arra jár, akkor megtekintheti ezt a szertartást. Nem szabad fényképezni. Vagyis pontosan azt kell mondani, hogy lehet fényképezni, de csak akkor, amikor megengedik. Tehát csak akkor, amikor megengedik. És hát amikor elkezdődik a szertartás, hát ott aztán mindenféle viselet van, tehát van nagyon régi, archaikus
És van nagyon új, mondjuk damézsinórra felfőzött gyöngyök, tehát ahogy meg lehet szokni mondjuk a 21. század tájékán, hogy mi az, ami várható. De tényleg megható az, hogy nem sokan, de mégiscsak egy teljes, hogy úgy mondjam, nemzedékrend képviselteti magát. Tehát vannak szinte csecsemőkorú gyermekek, és hát vannak nagyon öreg emberek. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy élő hagyomány, és évről évre meg szokott valósulni. És hát kívülről nézve végeredményben olyan nagyon sok izgalom így az első pillanatra, hogy nem nagyon tűnik föl, csak az ember nem érti azt, hogy hát miért nem lehet fényképezni. Hát azon kívül, hogy egy ilyen kis színben verik a dobokat, és szólnak a hangszerek, de kicsik, nagyok, öregek, fiatalok, tehát van egy külön zenei csapata a szertartásnak, és ők vannak középen. És kör alakú a szertartásnak a porondja, és más nem történik, mint hogy körbe-körbe táncolnak, de órákon keresztül. És észre kellett venni, hogy ez szól a nyilvánosságnak. És közben vannak olyan fiatalabb, idősebb indiánok, akik úgy táncolnak körbe, hogy az embernek a figyelmét, a bámészkodó ember figyelmét így magával ragadja. Mert olyan, mint a szélvész, és lenyűgöző. Hát azért képzeljük ezeket a tollas viseleteket. És ahol mondjuk még eredeti maga az indián viselet, tehát tényleg lenyűgöző. És miközben megy ez a körbe, hosszú időkön keresztül, egyszer csak máshol, de ott bent megtörténik az igazi szertartás. Van 4-5 indián, nem körbe-körbe mennek, hanem megállnak. Befelé elindulnak, elkezdik a tánclépéseket befelé, és nem kell látónak vagy érzékenynek lenni, ezt most tényleg komolyan mondom. Egyszerűen sűrűvé válik ott a levegő. És ez körülbelül 5 percig tart. És 5 perc alatt megtörténik a régi ősi lelkekkel való kapcsolatfelvétel. És közben, mert hát titokban nem tudnak már szertartásokat tartani, megoldják a dolgot. Tehát aki oda megy, úgyis azt fogja nézni, hogy kik hogyan suhannak, szárnyalnak a levegőbe, verik fel a port, tényleg egyébként lenyűgöző. És 5 percbe bele tudják sűríteni. És egészen véletlenül, hát én nem figyeltem oda, hogy mikor, mit lehet csinálni, egyszer csak valaki így hátulról megérintette a vállamat. Megfordul az ember, és látja, hogy ez egy jogar. Na de ez egy sasláb volt karmokkal. Most képzeljünk el egy ilyen jogart. Végeredményben egy ragadozó madárnak az egyik lába, és olyan volt, mint egy fejedelmi jogar. Tehát ez az indián főnök vagy valaki nem hívta fel a figyelmemet arra, hogy a fényképező gépet ne így tartsam, ne úgy tartsam, egyáltalán sehogy ne tartsam. Csak egy érintés volt. És tényleg így az emberen így végigment minden egy pillanat alatt. Na most azért hoztam én elő ezt a történetet, mert hogyha mondjuk 13. században leírnak olyan jelenségeket viseletre, eszköztárra, ami végeredményben, ha nincsen kitekintési lehetőségünk, egyszerűen az ember elképzelni sem tudja. Hogy például milyen lehet egy madártollas főpapi viselet, ami azért nem egy ilyen ugrabugra jelenségből áll össze, és elképesztő nagy méltósága van. Milyen az, amikor mondjuk magának a mágusnak a viselete olyanná tud válni, mint egy kiterjesztett madárnak a szárnya. És mit jelentenek a karmok? Mit jelentenek jogargyanánt, mit jelentenek mondjuk lábbeli gyanánt, és egyáltalán milyen szertartásokat hajthattak ők végre Magyarországon 13. században. És ezek elvétve bukkannak föl. Most nyilván egy Fehér Mátyás Jenőnek, ha nincs a napszemüveg,
tehát a beidegződött tudás, vagy a tévtudás mondjuk a Szent Istváni ügyekre vonatkozóan, akkor még inkább gyöngyszemek és kincsek tárházává alakulhatott volna az ügy. És egy olyan szertartás, amit madárruhában, madárviseletben járnak végig, és múltkor talán elhangzott az is, hogy nagyon könnyen ítélkeznénk akkor, hogyha arra gondolnánk, hogy no, hát azért ez olyan primitív, ismerjük ezt a megfogalmazást, meg természeti népek, amelyek eleve babonásak, őserdők belsejében, vagy a természet szélén. Hát emlékezzünk vissza arra a nagyon híres huszárruhára. A nagyon-nagyon híres huszárruhára. Mi volt ennek a huszárruhának a, hogy úgy mondjam, a legnagyobb titka? Hát Báthori István lengyel király huszárainak viselete. Szárnyakban végződött. Tehát úgy volt a páncélzatra, hát ezt múzeumokban lehet látni, Krakkóban lehet látni legalább 2-3, és a Munkácsi vár, tehát ha valaki Kárpátaljára eljut, a Munkácsi vár kiállító termeinek egyikében ott is lehet látni egy ilyen viseletet. Tehát itt hátul, vagy a gerincoszlop mentén egyetlen egy, de felmegy ám körülbelül egy olyan másfél méterre vagy mérettel az emberi termet fölé. És ezekben az úgynevezett szárnyformákban, tehát van, amikor kettő, van, amikor csak egy a gerincoszlop mentén, ezekben sólyom tollak voltak betűzve. Na most nem nehéz kitalálni, hogy ilyen viseletet, ha ennek nincsen funkciója. Hát azért Báthorinak a huszárjai. Hát azért csatákat döntöttek el. És mindig úgy, hogy győzelemre vitték. Hát ha ez őket akadályozza a mozgásban. Márpedig azért gondoljuk végig, hogy szárnyaló ló hátán olyan viseletben, eleve páncélban vagyunk, hogy még a páncélt még terheli egy kicsit az is, hogy még így szépen így az emberi test fölé, a fej fölé, két oldalról, vagy a gerincoszlop mellé, a fejtető fölé, hát még ez is. Csak úgy, hogy lobogjon a szárnyunk, ha lovon vágtatunk, és éppen az ellenséget aprítjuk. Tehát ha ennek nincsen funkcionális jelentése, mit jelent az, hogy funkcionális? Az, hogy nem díszítő, tehát nem olyan viseletszerűség, hogy hát látta valahol, megtetszett neki, és elkészítette. Szóval nem véletlenül nevezték őket szárnyas és angyali huszároknak. Tehát olyan erőket tudott generálni, feltámasztani, ami nyilván lélekből jön, szellemiség fölé magasodik, és a ló hozza be. És hát elsöprő erejű rohamokkal döntöttek el döntetlenre álló csatákat. És azért nem szabad elfelejteni, hogy ez nem a középkor. Hát a mai fogalmaink szerint, hát azért már hol vagyunk? Hát ez Balassi Bálint, jó, hát valahol még annak mondanánk. Ez Balassi Bálintnak a kora, Báthori István kora. És olyan archaikus, és nem papi, hanem vitézi viselet. Tehát vitézi viseletről van szó. Tehát felmerül a viseletnek a kérdése. És aztán pedig, amikor ilyen viseletekben, tehát ilyen tollas, madaras viseletben, nem véletlenül húzom és nyúzom ezt a tollas, madárruhás viseletet, hát ha egy pap tollas viseletben jelenik meg, akkor hát mondani is szoktuk, hogy ugyan már nézd már meg, hogy hátam körül milyen jelenségeket lehet érzékelni, de egy biztos, ez a szertartási viseleteknek abba a kategóriájába tartozik, ahol kifejezetten a léleknek kell működnie. Tehát léleknek kell szárnyalnia, léleknek kell emelkednie. Tehát nem hétköznapi szertartási viseletről van szó, hanem arról a viseletről, amely viselet már önmagában felidézi azt a pillanatot, hogy a szertartás egyik pillanatában a testből a lélek kilép. És mint a madár. Miért? Mert funkcionális a viselet.
Tehát azért hordja, mert tulajdonképpen azt az ős lelket idézi meg, felragadó lelki erőt. Hát ha felragad, akkor nem tudom másban megfogalmazni, mint mondjuk madáralakban. Tehát egészen biztos, hogy a szertartásnál a szárnyalásnak döntő szerepe lesz. És még van egy kiegészítés, igen gyakran tűz körül történnek ezek a szertartások. Most az, hogy tűz, hol ég a tűz, hol nem ég a tűz, egyet lehet tudni, a révülésnek az elindulását. Nagyon sok minden segíteni tudja, nagyon sok minden. De leginkább az, mintha pásztortűz ég őszi éjszakákon. Tehát gondoljuk végig, még a legszortabb ember is, vagy a legvadabb, vagy a legszertelenebb is. Ha mondjuk leül egy tűz mellé, ott nem csak beszélgetés alakul ki, rendezett és tényleg szertartásszerű módon, hanem a figyelmet valami elkezdi a magasság felé irányítani. Tehát a tűznek, tehát ahogy a parázsot ropog, ahogy a lángok lobbannak. Érdekes módon tűzről van szó, ez azt jelenti, hogy hevületes energia, és mégsem az az érzete támad az embernek, hogy most 50-szer körül fogom a tüzet szaladni, mert milyen jó erőbe vagyok, hanem lecsitít. Nagyon érdekes ám a tanulsága. És a lélek elkezd szépen kifelé tekinteni. És a lángok közepette pedig igen gyakran, hát attól függ, ha látomásos természetű révülési utat lehet gyanítani, akkor hát ez mondjuk egy táltos esetében, vagy a 13. századi kódex esetében, és rendre elmondják, hogy nem engedi a tüzet elgyújtani mondjuk a mágus, mert ott mágusok szerepelnek, megjelenik a tűz lángjai között mondjuk Szent László, tehát magából a lángból indul el a látomás. És hát nem nehéz észrevenni és kitalálni, mert erről már volt szó, tehát adva van a tűz, adva van az ég. És adva van egy nyelvi út. Hát magyar nyelven az ég is, és a tűz is legalább egyenként két jelentéssel rendelkezik. Hát mi az, ami égni szokott? A tűz. Na de hova kellene tűznöm a célomat? Az ég. Tehát az ég. Tehát ez szinte már lehet érzékelni, hogy olyan tanmesei ízű, és becsüljük meg a nyelvünket. Miért? Mert nem hagy bennünket tévedni. Tehát nem lehet tévedni. És hát nem nehéz kitalálni, hogy minden mágikus szertartás, mágus vallás vonatkozásában, akár a perzsa, Zoroaster vallás irányába indulunk el, akár a méd mágusok irányába, akár a káldeus mágusok irányába, mindenütt hangsúlyozzák a tüzet. De valószínűleg perzsa nyelven nem lehet így megfogalmazni. Ilyen egyszerűen, hogy a tűz ég. És abban a pillanatban már megtörténik a ráhangolódás. Na, hát ha idáig szerencsésen valahogy eljöttünk, lesz szünet, tehát ne aggódjon olyan nagyon-nagyon senki, egy problémába ütközünk bele. Tehát egy darabig lehet ilyen szépen menni, és egyszer csak az ember nem ért valamit. És tényleg nem nagyon lehet érteni. Hogy lehetséges az, hogy vannak régi hitűek, vannak óhitűek, vannak olyan szertartások, amelyek most végképp nem, de valószínűleg akkor sem lehetett volna úgymond keresztény liturgia keretében elhelyezni. És hogy végződnek a perek úgy általában? Hit ellen nem vétett semmit. Na most mi lett volna a legegyszerűbb és a legjobb kérdés, mondjuk Fehér Mátyás Jenő részéről, amit nem tett fel? Na most ennyit számít a beidegződés, a tananyag, a neveltetés. Hát hiába vannak tények, miből indul ki? Ó, szegény üldözött mágusok!
Üldözte őket az inkvizíció. Az inkvizíció keze eljárt. Az inkvizíció lecsapott. Következő mondat. A legtöbb per úgy végződött, hogy hitellen nem vétett semmit. Tehát mi lett volna az első legfontosabb kérdés? 13. században, Szent Margit korában, 5. István korában, visszamenőleg a szülő, édesapa, 4. Béla király korában, Kun László király korában, 3. András korában. Hát sokszor Szent Margit lép közbe a jegyzőkönyvek szerint. Na most hogy lép közbe? Hát nyilván a Nyulak-szigeti interneten nézi, hogy az ország túlsó felében, mondjuk Erdélyben eljár az inkvizíció keze, és ezeket a szegény mágusokat el akarják ítélni. Tehát a kérdés az, hogy hangzik. Milyen volt a 13. századi magyar kereszténység, hogyha a perek túlnyomó többsége így végződik, hit ellen nem vétett semmit? Gondoljunk csak az ornátusra, amiről itt most beszámoltam, a szertartásra. Tehát az, hogy a famulusai, vagy a diakónusai, és erre is felfigyel egyébként nagyon szépen Fehér Mátyás Jenő, hogy van egy nagyon érdekes dolog, hogy az úgynevezett papnak, tehát ez a mágus pap, hát ő sajnos botor módon először sámánra fordítja, aztán bocsánatot kér az egész teremtett világtól, hogyha mágus szó szerepel ott, akkor ő miért fordította sámánnak. Tehát ez egy emberi férfias nagyság, hogy pillanatok alatt szembesült azzal a tévedéseivel, és nem akarta kötni ott az ebet a kikötő karóhoz, hogy na hát azért miért ne lehetne sámán. Hát azért, mert a mágus mágus, a sámán pedig sámán. És itt mágusokról van szó. Hogy végeredményben a kérdések közé tartozó és állandóan, hogy úgy mondjam, visszarévedő kérdések, az, hogyha ők megjelennek, és van kísérő személyzet, már pedig van, hogy kik ők. Tehát nem szólóban utazgat egy-két pogány szélese honba, hanem ornátusban jelennek meg, és ráadásul ott van a szertartásban segítő, kisegítő személyzet. És Fehér Mátyás Jenő is észreveszi, hogy maguk az úgynevezett jegyzőkönyvek nagyon sokszor keresztény vallásból vett fogalmakkal jellemzik. Na de hogyha ez nem keresztény vallás, akkor nem írhatom oda, hogy diakónus, nem írhatom oda, hogy szerviens, nem írhatom oda, hogy famulus. Miért? Hát a diakónus az mondjuk a szerpap. Tehát az ismert vallásból, keresztény vallásból szedi, hogy úgy mondjam, a papi megnevezéseket. Igen ám, de akinek egy diakónus segít, akinek egy szerviens vagy famulus segít, az maga a mágus. Tehát a mágusnak hívják, és Jobbszárny-Balszárny térségében pedig olyan papok kísérik, akiknek a nevei a hivatalos nagyegyház papi hierarchiájában is ugyanolyan szerepkörben, ugyanolyan fokozatban meg szoktak jelenni. Tehát megint egy nagyon érdekes felvillanás, hogy ez mégiscsak hogy lehet. És aztán jönnek a keresgélések, hogy például ilyen nevek fordulnak elő, hogy bács, hogy ez például milyen, mert ezt aztán tényleg nem lehetett keresztényesíteni. Tehát így, hogy bács. Aztán ulu, hát ulu, hogy miből lett, kit hívtak annak, vagy durunak kit hívtak, arbisnak kit hívtak, és legalább 10 vagy 20, mondjuk, hát utána kellene nézni, 10 és 20-ra tehető azoknak a papi hivatásoknak a neve, amelyiket viszont nem lehet a kereszténységből levezetni, hogy azt mondom, hogy diakónusa a mágusnak, mert bácsája a mágusnak, magóca a mágusnak, durúja a mágusnak, uluja, arbisa, és megint csak 13. században tulajdonképpen papi hierarchiák működnek. Hát nem nehéz kitalálni.
Hát, hogyha ennyire szervezett módon és rögzített módon nevesülve megjelennek, akkor nyilván nem azért élnek a 13. században, mert a Szent Istváni vihart átélték, túlélték, és most keresik a beilleszkedés lehetőségeit. Hanem feladatuk van. És a feladatukat tökéletesen módon végzik el. És akkor jött a következő kategória, tehát nem véletlenül ismételgetek most, mert nagyon fontos a tanulságok levonásának útján ezeket újra visszapörgetni. Hogy például a kicsit öregebb mágusokat, vagy tekintélyesebb mágusokat. Pontifex Magorum. Mágusok főpapja. Aztán van olyan, hogy Pontifex Maximus Magorum. Na most, ahol a Maximus is megjelenik, ez egy dologra figyelmeztet. Mágusok rendje létezik Magyarországon. Ez vitathatatlan tétel. Hogyha a szövegekben ez szerepel, és képzeljük el a mai felállásban. Hát itt elhangzott, most nem akarok itt neveket mondani, a példát sem akarom előhozni, mert ízetlennek fog tűnni, de most képzeljük el, hogyha valaki elkezd sétálgatni az esztergomi, az akkori esztergomi érsek mintájára, az esztergomi érsek ornátusát idéző papi viseletben. Akkor a kérdés így hangzik, bujdokol? Rejtezik? Hát azért akkor is feltűnő egy ilyen viselet, még akkor is, és ma még feltűnőbb lenne. Az esztergomi érsek mintájára volt az ő viselete. Pontifex Maximus Magorum. A mágusok fő-fő papjáról van szó. Erre már nem lehet azt mondani, hogy véletlenül, tehát véletlenül a szegény egyház jelmeztárában talált egy ilyen hermelin béléses palástot. Miért? Mert ez akkor is pazar viseletnek számított, és mivel szertartási viselet, akárki ilyenben nem léphetett föl. Nem forgolódhatott. És bizony ilyen viseletbe járnak. És nem egyszer elhangzik, hogy például a boksa mágus, vagy a jó ég tudja, mondjuk ite mágus. A boksa az igen, az itére már így nem emlékszem, mert az egy nagyon öreg mágus volt. Hogy például a püspök módjára volt a viselete. Akkor az ember megint felteszi a kérdést. Hát az előbb még tűz körül ugrabugrált, dobott felt madár ruhában. És bejön a főpapja, mert nyilván neki is van, hogyha ő mágus volt. És milyen az ornátusa? Mint a püspököknek. És a püspökök feletti főpap is megérkezik, és milyen az ornátusa? Mint az esztergomi érseknek. Tehát ébresztő, ne aludjon most el senki. A helyzetet egyféleképpen lehet modellezni. A teljes, hogy úgy mondjam, szervezeti rend, mert elpusztítani leginkább úgy szoktak valamit, hogy mi az első lépés? A szervezeti rendet pusztítják szét. Szétszalad a nyáj, és a farkasok viszont a szétszaladó nyáj után mennek és széttépik őket. Na most, ha itt a 13. században teljes kiépített szervezeti rendben említik úgy a mágusokat, hogy püspök módjára, mintájára van a főpapjaik viselete, és a Pontifex Maximus Magorum pedig, a legnagyobb főpapjuk pedig az esztergomi érsek mintájára. Akkor valószínűleg hermelin béléses palástját nem egy nádkunyhó föld padlójára terítette le. A kettő egyébként nyugodtan lehetne így is, semmi probléma nincs ezzel. De lehet érzékelni, hát ennyi ember ilyen szervezeti felállásba csak úgy létezhettek, hogyha napi kapcsolatban voltak egymással, csak úgy létezhettek, hogyha annak a vallási irányzatnak megvolt a kiépített intézmény rendszere, és még mit mondjak? Na most ezt kellett volna kutatni a Fehér Mátyás Jenőnek. Helyette mit kapunk?
hát ezt a nyakon önteni ezzel a nemzeti keserűséggel. És akkor jött Szent István, és akkor onnantól kezdve már mindent tudunk. És az inkvizíció keze, hogy eljárt, hitellen nem vétett semmit, de nagyon eljárt az inkvizíció keze, és akkor jönnek a rémtörténetek. Egyébként tényleg néha eljárt, de ilyenkor, hát ezt már múltkor megtárgyaltuk, mindig halálokozásból következett a nagyon kemény fellépés. Tehát akár mágus valaki, táltosra ez végképp nem jellemző, hogyha a Sárospataki templom környékén mondjuk, van egy kis összezördülés, és az egyik fiatal mágus úgy gondolja, hogy neki az az kicsit ilyen teltebb, dundi papocska nem tetszik, és egy nyilvesszővel az üllepét mondjuk, és a kicsit párnázottabb részét egy kicsit kibéleli, és ez a pap meghal, hát ma is elítélnék. Hát azért gondoljuk, hogy semmi köze valláshoz. Itt, ahogy mondani szokták, fiatal gyerek fejébe kicsit megpattantak a dolgok. És akkor viszont ő már nemhogy mágusnak nem alkalmas. Hát azért gondoljuk végig. Lehet papi személy az, közösséget vezető, közösségnek példát mutató személy az, aki az első összezördülésbe már azt mondja, hogy. És ugyanez vonatkozik a kalocsai. Perre, hát ezt is megtárgyaltuk, amikor a kalocsai érseket csapdába akarják, szabályos összeesküvés, csetepaté, hát lebuktak. Hát el akarták rabolni. Ma hogy nevezzük ezt? Emberrablási kísérlet. Hát azért ne felejtsük el, itt nem hatóság van, hanem nyilván a kalocsai érsek saját hatáskörén belül, hát jelezte, hogy tudjátok, hogy kit raboltok el. És mert nagyon fésületlenek ezek a szellemi szintek, mert lehet érzékelni, hát ha mi olyan magasan vagyunk, ezek a mágusok, és közben ilyen csetepaté dolgokba belemennek. Tehát itt valaki nagyon összeírta ezeket a másolatok másolói másolatai révén, ezeket a szinteket. Mert senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy tisztán látó, de tényleg tisztán látó, és tényleg felszentelt pap, történetesen még nagy mágus is, aki naponta belenéz a kristálygömbbe. Hát azért ilyen meggondolatlan butaságokban nem fog fejjel neki szaladni. Tehát végeredményben nem választják szét, hanem van egy ilyen, olyan, mint amikor belépünk egy sötét szobába, és akkor lehet látni a körvonalakat, itt is van valami, ott is valami, csak benyúlunk egy nagy zsákba, és abban minden benne van. De a gyöngyszemek is benne vannak. És itt merült fel a kérdés, és ez megint egy nehéz ügy. És megint az a legfontosabb kérdés, hogy most nagyon olvasott ember volt Fehér Mátyás Jenő, hát domonkos rendi szerzetes, rendtörténész. Tehát egyházi emberről van szó. Tehát ő nagyon művelt volt. Na de milyen könyveket olvasott? Diószegi Vilmos Sámánhit emlékei a közé, nem is tudom, hogy mi volt annak a címe. Magyarul nagyon tájékozott. Tehát friss olvasás élményei és a 13. századi jegyzőkönyvek vallásra vonatkozó adatai megint egy újabb szempont alapján sajnos nagyon összezavarodtak és összekeveredtek. És ezt miért kell hangsúlyozni? Mert végig mágusról van szó. Na most, itt nincs kegyelem, ezeket úgy hívják, hát ez a háromszög, ez itt nagyon jól néz ki. Tehát így hívják őket. Tehát mindenki mágus. Tehát mágusnak hívják őket. Na most ezt először Fehér Mátyás úgy értelmezi, hogy sámán. Hát nyilván ez volt Diószegi Vilmos, aki egy kiváló koponya volt, de itt tévedett történetesen, mert a magyar táltos és a Mandzsu-Tunguz vidékéről származó, hogy úgy mondjam, sámán, hát az véletlenül sem mosható össze. Hát az egyik nép hatalmas, évezredes, szervezet, államon nyugvó kultúrát hozott létre. A másik pedig törzsi szervezetben. Mi volt az indiánoknak a tragédiája?
például észak-amerikai indiánoké. Törzsek voltak, törzsek. Ez azt jelenti, hogy a legközelebbi törzse biztos, hogy beszélte a legközelebbi törzsnek a nyelvét. Pillanatok alatt el lehetett intézni. Hát a magyarság nem törzsszövetségben élt, nép nemzetnek a szintjén. Ezt mindig úgy elfelejtik. Ez nem azt jelenti, hogy egy törzs nem lehet magasrendű, és mondjuk egy állami szinten lévő nép nem lehet mérhetetlenül, hogy úgy mondjam, lapos nívót felmutató. Tehát azért mégiscsak lehet érzékelni, hogyha van egy állami létet, most nem vizsgáljuk milyen vallási világon belül, létrehozó nép, és ez bizonyítani lehet. Hogy lehet perem törzsi népek kultúráját és vallását így minden áron összemosni velük? Hát az egyik valamiből kiesett. Melyik esett ki? Hát a törzsi szerveződésű. Tehát bármennyire hihetetlen, valahonnan levált, úgy maradt, ott még bőven magaslatok létrejöhettek, de hát a kisugárzás és a származás vonulatába, tehát nem a kicsiből jön ki a nagy, bár ma már minden elképzelhető, hanem egy adott esetben a nagyból, hát hogy minden folyónak van hordaléka, tehát vannak leválások, és lehetünk mi mindenkivel rokonok, tehát még ilyen törzsi szinten is. Csak hát nem árt a viszonyukat figyelembe vélni. Csak olyan módon, hogy ők szakadhattak le. De olyan, hogy mondjuk onnan jönne valami, és mi pedig ennek nagyon tudnánk örülni, tehát ez egy más kategória. Tehát a táltos és a sámán nem írható egybe. Rokonvonások vannak, de mivel nincsenek. Hát hány adatot idéztünk itt, hogy emlékezzünk vissza, római szerzők, amikor leírják, hogy a mágia művészetét gyakorolják a kelták, a druida nevezetű papjaikkal, Britanniában is olyan szinten gyakorolják a mágiát, hogy arra gondolnád, mondja az ókori szerző, hogy Perzsiában vagy. Hát na ez az ősi vallási alakulat, ami bennünket most elsősorban érdekel. És ezt a népi, nemzeti, de népek itt egymástól külön állhatnak, vallást, ezt az egyetemes vallást kezdték el pusztítani a római görög, vagy görög-római időkben a gyarmatosítók. Ez bökte a csőrüket. Hát felolvastam itt múltkor. Hát mintha csak ma írnák. Mondjuk én indokképpen, hogy miért kell háborúzni. Azokkal a népekkel, akik mondjuk semmit nem vétettek, de egyáltalán nem tetszenek. És azt az egyetemességet, ami egy transzcendens kapcsolatot jelent, tehát egy égi kapcsolatot, és egy nagyon magas kapcsolatot, az oda vezető utat népírtások útján lerombolták, és nagyon alacsony szinten pedig globalizálták az embereket. Tehát nem magas szinten egység, hanem a teljes leépülés. Miért, hogy jó alattvalók és rabszolgák és munkások legyenek? Tehát a probléma, tehát a mágus vonatkozásában, mert tényleg nem is probléma ez, tehát megjelenik a mágus, és akkor találkozunk ilyen jelenségekkel létre. Fa. Mondjuk felmegy a mágus a fára, a fa ágai között találkozik az Istennel, az Isten üzenetét lehozza, és a nép pedig meghallgatja és elhiszi. Vagyis ez nem mágus. Ez inkább a táltosra emlékeztet. Tehát megint egy szint. Tehát a kérdés az így hangzik, hogy tulajdonképpen mi lehetett ebben a kassai kódexben? Mert jelenlegi állapotában lehet látni, hogy itt minden össze van keverve. Tehát minden össze van keverve. Hát eleve madártollas ruha. Na, az lehet mágusi is, majd látjuk. De az, hogy ő fölmegy, mint a mesehős az égigérő fára, és révülésben hoz üzenetet, ez a legjellegzetesebb táltosi hivatás.
Tehát mit kell mondani? Akkor, ha a mágust le kell fordítanunk magyarra, akkor nyilván táltosnak kellene. Igen, ám, de megint jön a meglepetés. A táltosok sem mindig úgy viselkednek. Tehát ahol ott írva a vagyon. Na, hát nem akarom itt különösebben itt tovább feszíteni ezeket a nagyon intellektuális típusú húrokat, mert amúgy sem tűnik úgy, hogy ez különösebben tűzbe vagy lázba hozna bennünket, pedig köllene, pedig nem ártana. Mert itt lehet érzékelni, hogy valami elképesztő érték lappang, különböző szintjei vannak, de különböző szintjei, tehát a társadalom szellemi vezetőinek különféle rétegei, van egy teljesen felépített mágusi papírend Magyarországon, teljes hierarchiával, akkor vannak olyanok, amelyek inkább a táltos kategóriába esnek, és van olyan, hát, ami végül is olyan, hogy gyógyító. Kérdés az így hangzik. Na most mágus is gyógyít, táltos is gyógyít, sámán is gyógyít, plébános is gyógyít elméletileg, vagy kellene gyógyítania. Tehát szokjunk hozzá ahhoz, hogy a papi hivatás az egy összetett hivatás. Most egyszerűsítve mondom úgy, hogy pap. Minimum az, hogy a beteget meggyógyítja, a gonosz lelket, az ördögöt pedig kiűzi. Most ne kezdjünk el keresztet hányni, mit jelent a gonosz lélek vagy ördög? Elme állapotbeli megzavarodás. Tehát pszichiátriai esetet is kezelnie kell. Tehát itt kezdődik, hogy úgy mondjam, a papi hivatás. Tehát van egy egyetemes, megint csak egy egyetemes rétege a dolognak. És akkor még egy lépést teszünk, hogy tulajdonképpen az itteni mágusok 13. században rokoníthatok-e mondjuk a mágusokkal szerte keresztül kasul Európában. Mert mágus. És hát azt is tudni kell, hogy egészen a 17. századig, vagy mondjuk még a 18. századig is elmegy a jelenség. Rendkívüli viselkedésű, bizarr magatartás mintázatra visszavezethető viselkedés tele sejtelemmel, tele rejtelemmel. Ezt mágus kategóriájába szokták említeni. Olyannyira, hogy itt egy hazai példával lehet élni, második Rákóczi Ferenc kora. Azt kell mondani, hogy Európa szerte ismert legnagyobb mágusok, név szerint ismert legnagyobb mágusok utolsó sarjadéka lehetett. Hát aztán a művelődés történet úgy ráterpeszkedett, tehát a neve alatt már annyi mindent lehet látni, aminek semmi köze semmihez, de ez megint egy külön kategória. Na, ő az a titokzatos Saint Germain. A mágus. A hagyomány szerint ki volt ez a Saint Germain? Egy beszélgetést idézek fel, mondjuk valamelyik választó fejedelem udvarában, véletlenül valaki arra jár és hallja, hogy Saint Germain elkezd anekdotázgatni a lovászával. Hogy emlékszel, amikor a Genezáreti tópartján mi ott voltunk, és akkor Szent Péter Jézusnak azt mondta, Jézus pedig azt mondta válaszként Szent Péternek. Mit mond a lovász fiú? Na de, mester, mindig elfelejti, hogy csak pár száz éve állok a szolgálatába. Hát akkor hogy tudhatném én ezt? Na most a hagyománynak mi az érdekes magja? Ez a Saint Germain állítólag olyan 1700 évre ment vissza az életkora. Ilyen van mágusok esetében. Tehát most figyeljünk, mágus. Ez egy teljesen más kategória lesz. Tehát a mágus sajnos egy olyan szó vagy fogalom, amire minden rendkívüli jelenséget, hogy úgy mondjam, rávetítenek. Pedig nem szabadna. Na de itt tényleg van egy többlet, hogy még a leg, hogy úgy mondjam, Rákóczi ellenesebb hagyomány is kétféle variációt képzelt el Saint Germain származásának okán. Hát
hát ha 2000 éves volt, akkor honnan kitől származott? Ez megint egy fordulat a dologban. Vagy maga második Rákóczi Ferenc volt az. Van ilyen hagyomány is. Tehát kicsoda? Második Rákóczi Ferenc. Hát azért egyet mi elfelejtünk. Neki nagyon erős kapcsolatai voltak Nyugattal és Franciaországgal. Tehát végeredményben Rákóczinak a személye az, amely a mágikus hagyományon belül a kétféle hagyományt össze tudja kötni. Mert a magyar hagyomány az nyilván nem így fogalmaz, ahogy mondjuk egy franciaországbeli mágusra vonatkozó hagyomány. De a magyar hagyomány hát nyilván egy kicsit tömörebb és életszerűbb. A második Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcnak tulajdonképpen nem katonai erő vetett véget, hanem egy tragikus járvány. Ez volt a pestis járvány. És olyan pusztító erejű volt az a pestis járvány, hát nyugatról hurcolták be Magyarországra, hogy az vitt kurucot, vitt labancot. És a labancot ugyanúgy mindenkit meggyengített. Na most ilyenkor érzi az ember, hogy bal sorsak itt régen tép. Tehát nem lehetett volna a Rákóczi szabadságharcot, hogy úgy mondjam, megszüntetni, ha ez az iszonyú, öldöklő, sötét angyal, a fekete angyal, a pestisnek az angyala nem jelenik meg. Öldökölt. Na, sötét világkorszak. Tehát, hogy mitől sötét egy világkorszak? Hát pontosan az ilyen drámai események révén. Amikor nincs e világi legyőzője, akkor megmozdul az okkult rejtett háttér, démoni világa. Hát sötét világhónap, sötét, pontosabban világkorszak. És Bercsényi seregében a pestis úgy dühöngött, hát ahogy egy pestis dühöngeni szokott. Tehát lóról estek le. Második Rákóczi seregébe, 50 méterrel odébb, senki nem lett beteg. Tehát, hogy ki volt második Rákóczi Ferenc? És ezt ő maga is leírja, tehát ez nem egy olyan jellegű dolog, hogy hú, hát ez valami nagy misztikus, nem. Ezt mindenki tudta abban a korban. Ő is leírja az emlékirataiban, hogy az ő seregében a pestis nem ütötte fel a fejét. És nem kevés hasonló jellegű történet van. Na most az egyik hagyomány ágazat, és ez hagyomány. Tehát ezt tudni kell, hogy ez történelmi szinten úgysem fogjuk az eredetét megtalálni. Tehát vagy maga második Rákóczi Ferenc, vagy hát neki volt egy olyan fia, amelyik pillanatokon belül meghalt még kiskorában. Hogy nem halt meg, hanem tulajdonképpen róla van szó. Tehát ő lenne ez a híres Saint-Germain nevezetű mágus. És a hagyomány szerint a kastélya, ahova még soha nem jutottunk el, pedig hányszor terveztük, Erdélyben van. Tehát nevesítve van, hogy Saint-Germain Erdélyben, Rákócziak kastélyában, mint az ősök kastélyában, hogy úgy mondjam, éldegélte az életét. Na most mit tudott ez a Saint-Germain? Tudta azt, amit Paracelsus, tudta azt, amit Raimundus Lullus mondjuk, amit Albertus Magnus. Kit lehet még megemlíteni? Hát ez a híres John Dee nevezetű mágus Rudolf idejében. Na most ezek a úgynevezett mágusok, ezek nem akárkik voltak. Általában fém átalakítással tengették az életüket, tehát ha volt mondjuk egy zacskónyi ólom a zsebükbe, akkor nem sokáig volt ott ólom, mert kicsit megfogdosta, megmatatta, itt van egy zacskó arany, milyen érdekes az élet. Tehát a fém transmutáció, ez nagyon ment. Akkor kavicsokból mondjuk gyémánt, ez volt Saint-Germainnek az egyik legérdekesebb, és ezt szemtanúk előtt, tehát valamire figyeljünk oda, tehát nem csalás és szemfényvesztés, tehát ezek a
hogy úgy mondjam, nagy mágusok, akiknek elképesztő a szakirodalmuk. Miért? Mert a tudomány úgy tünteti fel őket, hogy ezek nem is nagy mágusok voltak, hanem abban a korban ők voltak a tudósok, természettudósok. Azt kell mondani, hogy van benne ráció. De nem ezzel akarom én most itt az időt eltölteni, hanem a következő érdekes jelenségre. Őket egytől egyig tulajdonképpen mágusnak nevezik. Nem a magyar hagyomány, hanem a nemzetközi, inkább nyugati színezetű, misztikus hagyomány. Na most ez a mágus azonos lehet-e ezzel a mágussal? Nyilvánvaló módon nem. Hol van itt a félreértés? És akkor nagyon gyorsan a tudományokat villámgyorsan áttekintjük. Általában teológiai jártasság, tehát képzettség, mert a legtöbb ilyen mágus, kapaszkodjunk meg, mondanám horribile dictu, tehát kapaszkodjunk meg. Ezek egyházi emberek voltak. Tehát még egyszer elmondom, egyházi személyek voltak. Vagy ilyen szerzetes rendben, vagy olyan szerzetes rendben papok voltak. Vagyis a keresztény egyház, a keresztény világ egy kicsit máshogy festett, hogy úgy mondjam, mondjuk a középkorban. Tehát általában a legnagyobb képességű mágusok egyben miséző papok is voltak. Tehát teológiai jártasság. Aztán orvostudományban való jártasság, mert a hírnevüket végeredményben mivel alapozták meg leggyorsabban közvetlen környezetükben? Védj egy halálos beteget, menj el mellette, és meggyógyul. És akkor pillanatok alatt híre megy. Tehát gyógyítanak. Ez kétségtelen tény. Aztán alkímia, tehát ezt már érintettem, asztrológia, ez a mindennapi világnézethez, világképhez tartozott hozzá. Az asztrológia az égnek a tudománya, alkímia a földnek, a fémnek, tehát a lentnek a tudománya. Az egyik a fent, a másik a lent. Tehát asztrológia a fenti világtudománya, az alkímia a lenti világtudománya. És jön a következő tétel, amit a mi mágusainknál messze nem találunk meg. Ez pedig halott idézés, és hát nyilván akkor már ki lehet találni, hogy halottakat is idéznek, hát már nem lehet az eredeti fogalom szerint mágus. Tehát végeredményben a mágust, mint mágust, kik viszik át a varázslónak a kategóriájába? Hát ahogy lenni szokott, tőlünk nyugatra. Mert az inkább a varázslónak a világa, de még a varázsló is, mint varázsló eredetileg egy kicsit azt mondaná, hogy na nem, hát azért komám, ezt te sem gondolod komolyan. Csak nem gondolod. Tehát jön egy eufémisztikus csúsztatás. És ez tényleg nagy problémát okoz, mert most már minden össze van keverve. Az eredeti ókori mágus hivatást a középkori keresztény világon belül tulajdonképpen rendkívüli szélsőséges helyzetek, határokat kutató, tehát magát a természet titkait fürkésző tudós, tehát nem mágus, tudós. Tehát még egyszer elmondom, a tudományos emberből csináltak mágust. Na most mi a tudományos embernek a kelléktára? Könyv. Mi van ezeknél a mágusoknál? Állandóan könyv van. Láttunk Káldeus mágust, hogy most megnéz, tehát teljesen más kategória. Tehát könyv. Aztán kiderül, hogy nagyon sokszor, hát mivel a hatalom az nagyon fontos, hogy ezeket a határokat milyen ügyszolgálatába állítják. Felajánlják szolgálatukat mondjuk az éppen aktuális uralkodónak, hogy te leszel a világnak a királya, ha azt az utat követed, amit én javaslok neked. És akkor ott mutat egy fémtranszmutációt, ólomból aranyat csinál, megidéz két démont, három angyalt, és az uralkodó természetesen
abban a pillanatban, hogy úgy mondjam, kész van. És már a hírnév is megérkezett. És gondolom érzékeljük, állandóan a világi hatalommal való rejtélyes, titokzatos kacérkodás. Ez a mágus soha nem kacérkodik a világi hatalommal. Tehát az egyik tipikus nyugat-európai jelenség. Ősi szó a mágus, hogy ez ne derüljön ki, neki is tetszik, és a mágus köppeny szépen magára veszi. De valójában ő a tudósnak, a tudományosnak, aki majd tönkre fogja tenni, ha a hatalmat kap, a nagy tudós észjárásával az egész világot. És még egy, ami mindenhol megint csak jelen van, tehát bizonyos szinten látni kell. Na de a látás az mit jelent? És hát a középkorban ezeknek a mágusoknak vagy tudósoknak az egyik legfontosabb kapcsolatuk ezekkel az úgynevezett rejtett erőkkel vagy dimenziókkal való kapcsolatfelvétel. Ez azt jelenti, hogy megidézni olyan hatalmakat, de konkrét módon megidézni. Hát majd ez a Faust történetbe fog kicsúcsosodni. Tehát megidézni konkrét módon. Tehát nem olyan módon, hogy beszélünk róla, fogjuk egymás kezét, és halljátok, hogy szalad a szeretet az ujjaink között. Tehát konkrétan, tehát megjelennek ezek az erők. Nem fogjuk elhinni általában, hogy néznek ki. Sokszor kicsik, zöldek és szürkék. Na, UFO magazin. Na, ide jutott a mai világ. Tehát ez a legkönnyebb. És érdekes módon mindig kicsit zöldek, mindig kicsit szürkék. Tehát tarkabarkába úgy nem nagyon jönnek, de gondolom azért úgy érzékeljük, hogy ez azért tényleg érdekes. Hogy persze, hogy a civilizáció hogy változik, mi vetítgetünk, de mit? Egyszerű démoni jelenségeket. Pont. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan világok, nincsenek olyan élőlények, de azért tudni kell. Középkorban ezeket nem UFO-nak hívták, hanem démonnak. Tehát így, hogy démon. Hogy nézett ki? Nem űrhajós ruha volt rajta, hanem általában kicsi volt, zöld és szürke. És olyan érdekes volt, hogy úgy mondjam, a fejformája, meg úgy a világhoz való viszonya. Na, a megidézés. És itt most meghúzunk egy vonalat. Mert ez tényleg létezett, ez a jelenség, és tőlünk nyugati országokban tényleg mágusoknak hívták őket névleg, de a mágiához és a mágusi hivatáshoz tulajdonképpen szinte semmi közük nem volt. Tudósok voltak. Ezért a szertartásuk, és itt indulunk mi egy óriási nagy előnnyel. Az esztendő körű változásrendben, az úgynevezett változó kereszt szárvégein milyen rendkívüli tulajdonságokat lehet tetten érni. Tehát változó kereszt, ez azt jelenti, hogy a ikrek, a szűz, a nyilas és a halak. Tehát az ikreknél a garabonciási szerepkör jelenik meg. A szűznél a tudományos, a tudós, és gondolom halakvilág hónapban, hogy élünk, ezt tudjuk, a halak testisége a szűz, vagyis szűz halak tengely. Tehát a hivatalos tudomány a saját középkori keresését hogyan fogja tekinteni, elismeri, hogy előzmény, hogy a kémia előzménye az alkímia, ismerjük ezeket a megfogalmazásokat. De megmarad a szűz halak tengelyben és a szűz fokozaton. Tehát tudományos. A nyilas lesz a táltos, és a halak szárvégén pedig, hát a halálból való megváltás, ez a megváltónak a feladata. És ezeket az úgynevezett szertartásokat, tehát megidézési szertartásokat, és soha a kassai kódexben mágus ilyet nem csinál. Holott miért? Mert ilyet tulajdonképpen megint kortól, nemtől, kultúrától független, ismert jelenségről van szó.
víznek a tükrében, ez lehet bármilyen, tehát egy edényben, egy pohárban, és azért nem szabad elfelejteni ezeket a nagyon érdekes elektroncsészéket, aranycsészéket, edényeket, amelyeket még övön is viseltek. Hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy csak arra szolgált, hogyha fából éppen nem akarok fakupából inni, akkor legyen azért nálam valami hasonló. Tehát ezek szertartásoknak voltak. A viselethez tartozó részei, kardnak a pengéje. Micsoda? Kardnak a pengéje. Tükör. És akkor talán közelebb. Tükör az természetes. Na de kardnak a pengéje. Elefántcsont. Budai királyi várat, amikor elfoglalja Szulejmán szultán, leírják, jegyzékbe veszik, hogy a magyar királyoknak hány elefántcsontból készül drágaköves trónusát, hogy úgy mondjam, hurcolják el. Elefántcsont, lehelkürt, elefántagyar. Tehát ismerjük a lehelkürtöt. Elefántcsont. Ez nagyon fontos ebben a mezőnyben. Drágakő. Aztán minden, ami fényvisszaverő tulajdonsággal rendelkezik. Például egy tarsolylemez. Mivel rendelkezik? Fényvisszaverő tulajdonsággal. Mind a mai napig szinte senki nem tudja, hogy a tarsolyok milyen célt szolgáltak. Hát gondolom, tudjuk, általában ezüstlemez, dúsan aranyozva. Hát ha a fénysugár ezüst, dúsan aranyozott lemezzel találkozik, akkor nyilván fényvisszaverő tulajdonsága hatványozottan jelenik meg. Lándzsahegy, süvegcsúcsonhegy, viselet, boglár. Az ember kezd tűnődni, hogyha ezt elkezdjük összeolvasni, akkor végeredményben honvisszafoglaláskori viselettől gyakorlatilag, hát nézzünk meg egy kisnemesi viseletet még Rákóczi idején. Mindenhol ott vannak, mi egy dologra szoktunk gondolni, hát szerették az értéket. Ott vannak a fény visszaverő felületek. Milyen ma egy szibériai sámánnak a viselete? Hát ezért szokták egy kicsit arra gondolni, hogy na hát ez már túlzás, tele van fémlapokkal. Tele van fémlapokkal. Hát minden félét úgymond magára aggat, na de miért? Mert fényvisszaverő tulajdonsága van. És így jutunk el a kristályhoz, és akkor teljes lesz a kép. Kristályban nézünk. Mit látunk? Hát van, aki semmit, van, aki sok mindent. Megmondom őszintén, hogy annyi helyen lehet kristályt látni, meg hiába nézegetjük, úgyse fogunk látni benne semmit, de nincs kizárva egyébként. De az ókor óta a legjellegzetesebb, ismeretlen tartományokba pillantás lehetőségét, vagy hogy mi volt a múltban, kivitte el a fél országot. Hát ezt nem is kell kristályban nézni. Tehát ezt azért tudjuk. És bizony maga a kristálygömb. Maga a kristálygömb. És ezeknek a mágusoknak megint jön egy kapcsolódás. Az eredeti mágusoknál is van kristály, még sírokban is találnak, és az úgynevezett, hát a tudományosság világát képviselő nyugat-európai varázslók, mágusoknál is megjelenik a kristály. Tehát vannak átfedések. Miért? Mert végül is, ha látni akarunk, akkor mégiscsak közös lesz a... Tehát kell, hogy legyenek közös találkozási pontok. Na de most érdemes megint egy kicsit figyelni. Egyszerűen csak úgy rutinosan. Látja, hogy ott van egy fa. És ha már ott van, felmegyek az ágai közé, várjatok, pár perc múlva lejövök, megmondom, hogy mit mondott az Isten. Ez, és ha mágusként szerepel a kassai kódexben, most legyen mágus. Ez milyen kapcsolat? Közvetítő nélküli nyílt egyenes kapcsolat. Ha viszont itt van a kristálygömbön, várjatok, megnézem.
ez már közvetítőkön alapuló kapcsolat. És nem a mi mágusaink, hanem tulajdonképpen akik az egész mágus hagyományt, hát végül is azért egy kicsit olyan félreérthetővé tették, és Kárpát-medencében is léteztek ezek a szertartások. Tehát a fényes, fémes felületet a nap felé fordítani. Igen ám, de azt előtte föl kellett szentelni. Na most leginkább kristálykövet, tehát magát a kristályt használták. A nap felé kellett fordítani, hát nyilván a fény átjárta. Hát ez egész egy belső térben kellett kialakítani, és amiért én ragozom ezt a dolgot, szűz tulajdonságok. Tehát kellett találni közvetítőket. Tehát az eredeti mágus, vagy táltos, ott van a fa, aztán lehet, hogy nincs is ott fa. Hát azért ne felejtsük el, magyar népmeséig ígérő fa. Hát az nem a szomszéd fája, az a csillagos égboltnak a tejút fája, égígérő. Tehát ha az valamit megígér, az maga az ég lesz. És egy örök, hogy úgy mondjam, lehetőséget hordoz magában. Tehát nem kell közvetítő, hanem simán megy fel magában. Tehát a ragozás, hogy miért történik. Az eredeti mágus sem igényel közvetítőket, na de ez az ókori mágusnak a világát idézi fel. Hol találkoztunk velük? Médiában, Káldeában. Tehát a káldus-méd hagyomány mágus világa. A másik, amit mágusnak mondanak, egyetemes a jelenség, mi sámánok is használják ezt az utat. Tehát mindenki tudja használni ezt az utat, csak ebben a világ hónapban, ezt egyféleképpen szokták megtenni, szükség van úgynevezett médiumra vagy közvetítőre. Na igen ám, de népi szertartásokban is szükség van. Mondjuk határtermékenyítő, bajelhárító szertartásnál általában az eke szarvá elé kiket fognak be. Úgy általában, most nőkre gondoljunk. Hát a szüzeket. Ahogy mondani szokták hajdanában, a még szüzek, vagy a már szüzek. És én hallottam olyan esetet, hogy azért elhangzott az egy hasonló előadáson, hogy hát azért az eke szarvát, aki fogta, annak egyáltalán nem volt mindegy. Hogy úgy mondjam, kik szerepelnek ezen a szertartáson. De miért? Mert végül is ez a lényeg. Tehát van egy olyan szint, ahol megindul évtizedek alatt a visszaszüzesedés, de soha nem lesz olyan teljes értékű, mint a még állapotban lévő. Ezért vagy lányok, vagy ifjak. Ugyanis az az angyal, vagy az a szellemi lény, akit megidéznek a kristályon keresztül, mégiscsak szüksége van egy emberi közvetítőre is. Tehát hangsúlyozom, ez maga a médium. De ez nem lehetett akárki. Tehát garantáltan ebbe a kategóriába kellett esnie. Tehát garantáltan. Tehát a szertartásnak a lényege a szüzesség, a szeplőtelen, hogy úgy mondjam, testiségben lakozó lélek volt, és éppen ezért a kristályon keresztül általában lehet tudni, hogy az üzenetet kihozta, csak angyal lehetett. Tehát angyali lény. És ha ez ennyire kidolgozottan, tehát gyakorlatilag például a második Szilveszter pápa, ugyanez a kategória. Tehát az összes nagy külföldön tőlünk nyugatra lévő mágus, van egy közös nevezője. Az, hogyha szertartást eszközölnek, kapcsolatfelvételt, az soha nem közvetlenül történik, közvetítő nélkül, hanem mindig szüksége van alanyokra.
És hát nem nehéz kitalálni, itt a visszaélésnek már ezerféle arculatát lehet tetten érni. És hogy magyar történelmen belül ennek milyen nyoma van, nagyon ismert a példa, Krakkó, ami Toledo mellett volt az egyik ilyen mágus központ. Tehát mivel Krakkó az itt van a szomszédban, senki nem foglalkozik vele, hát Ibériai félsziget, mágusok, Toledo, hát persze, Toledo Rádió, Budapest, hát akkor az már nagyon komoly jellegű dolgot jelent. És bizony a jelenség az ismert, és kiderül, hogy királyi család tagjának. És ez a királyi család volt a Jagellóház. Volt egy messze földről híres kristályuk. Messze földről híres kristályuk. Abban a bizonyos kódexben, vagy 14 miniatúrán ábrázolják, csak a kutatás történet nem tudja eldönteni, ez melyik Ú László. Mert Jagelló és Ú László. Hát az elsőre gyanakodnak, tehát aki a várnai csatában meghalt. És tulajdonképpen ők gyakorolták még ilyen nagyon érdekes, magasrendű szinten, hogy a Jagellóház védangyalát, az angyalát neki, tulajdonképpen ő maga, tehát az uralkodó, meg tudta idézni, hogy kivont karddal, fénytükröző felület, jogarral, fénytükröző felület, egy asztal, amire rá volt helyezve ez a hatalmas nagy kristály. De tényleg állítólag nem is tudják, hogy ez mekkora lehetett. És hát a szertartásnak az volt a lényege, hogy ilyenkor jött úgymond az üzenet. Tehát vannak ezeknek a, hogy úgy mondjam, tudományos megidéző szinteknek, és vannak fokozatai. És itt azért valamit lehet érzékelni. Ha uralkodóházból származik valaki, még ha Jagelló is, akkor a körítés, hát ettől voltak ezek királyok. Még akkor is, ha nekünk nem a legjobbak jutottak mondjuk egy Jagellóházból. Első Ú László az egyébként kiváló volt. Tehát itt vannak rendkívüli képességek és tartományok. Tehát nekük erre nincsen szükség. Arra a körítésre, hogy akkor egy olyan ember, egy médium, és akkor csináljuk meg a dolgokat. Tehát van közvetlen mágusi képessége, csak hogy az eredeti mágiát ez nem fedi le. Miért? Mert ez nem mágia. Ez megidézés, átalakítás, átváltoztatás. Na most, ha valamiből valamit átváltoztatnak, akkor ez sokkal inkább varázslat, mint mágia. Mágiának mi a lényege, mi az értelme? Megtárgyaltuk. Mivel foglalkozik a mágia? A maggal. Azzal a maggal, amiből a világ lesz. És ha elpusztul a világ, akkor azzal a maggal foglalkozik, amiből a világ újra születik. Ez a mag viszont hol van? Magam. És éppen ezért ezek a mágusok, az igaziak, az eredetiek saját mágus hivatásuk csúcspontján hova fognak elmenni? Hárman lesznek. Egy csecsemőhöz. Mert ez az igazi mágia. Tehát itt van a bűvészkedés, és akkor talán ez a legjobb megfogalmazás, a bűvészkedésnek a fedő neve, de ez lehet nagyon magas szintű bűvészkedés. Hát félreértés ne essék. Hát ha történetesen mondjuk, akár egy, nem mondok most megint így példákat, de hogy érthető legyen, ezek jelenéseket tudtak kiváltani. Csak hogy jön az angyal, és akkor képzeljük el, hogy hova jutottunk. Hát azokat legalább angyal hitegette mondjuk 50 éven keresztül. A maiak, érezted az erők, hogy áramlanak? Érezted? Hát erre mondjuk azt, hogy jó, hát mint fatutaj a folyamon. Tehát ilyen helyzetben vagyunk.
És pontosan, mivel a mágiának a maga ismerete a lényeg, és észre kellene venni, hogy mi az, ami félrevezet, és bár angyal, csak hát angyalnak van egy titka. Amikor Lucifer zuhan, a farka, és nem a haja, a farka, az ég angyalainak harmad részét magával rántja a földre. Jelenések könyvéből idéztem. Tehát nagyon sok irányból lehet angyali, hogy úgy mondjam, divinációkat, jelenségeket kiváltani. Viszont ezen az úton, tehát amit mi fontosnak tartunk, és nyilván nem volt érdektelen azt érzékeltetni, hogy mi okozhat képzavart. Mert azt már mi végigjártuk itt, hogy mi a különbség, legalábbis két mondat erejéig, a perzsa mágus, a méd mágus és a káldeus mágus között. Hát a szónak a valódi értelmében mágusok papirendje lehetette a perzsák között, hogyha perzsa uralkodók Dárajosszal, az élen első Dárajosszal kiket üldöztek? A méd és káldeus mágusokat. Tehát már az ókorban megvan a illegitim, vagy félreértett névhasználat. És ezért kell nekünk könyörtelen, hogy úgy mondjam, szigorúsággal, bár a szigorúban mindig van egy kis jó adag, jótét lélek is. Tehát erre figyelmeztetni, hogy egy másodpercre se legyen kétségünk, hogy pontosan tudjuk, mindannyian tudjuk, hogy a mágus fogalmat ókor óta másokra is rávetítik. Miért? Mert saját mágikus hagyománnyal nem rendelkeznek. És az átalakításokat, a megidézéseket, a rendkívüli jelenségeket, kapásból, ami tulajdonképpen természetes jelenségek, már mágiának nevezi, holott nem mágia. Mi az igazi mágia? Most egy nagyon szép példával fogok élni, hogy mi az igazi mágia, amikor valaki a bal tenyerében észrevesz egy háromszögletű kis fekete magot. Abban a pillanatban, vagy a következő nap látja, tudja, hogy ez egy cédrusfának a magja. Hol? Iglón. Csontvári Koszka Tivadar elhívása és pályára állása. És ő maga sokszor leírja. Ez volt annak a kis magnak a lényege, a küldetése, a célja, mert ebből a magból bontakozott ki az a hatalmas, csodálatos fa. És ebből a magból lesz a 6000 éves cédrusfa. Tehát egyetlen magba sűrűsödött, és hát akkor más magokról nem is beszélek, ami az élet folytonosságát őrzi. Hát ezt gondolom sejtjük. Tehát ezt már azért megtárgyaltuk, hogy gondoljuk végig, hogy abból a valamiből, amit az ember mikroszkópon sem tud, hogy lesz ember? Hogy lesz ember? Tehát ez nem bűvészet, nem átváltoztatás, meg átalakítgatás, hanem a teremtő és a pusztító erőknek a birtoklása. Miért mondom, hogy pusztító erő? Mert inkább úgy kellene fogalmazni, pusztítva újra teremtő erő. Tehát magból ki a világ, magba vissza a világ, magból ki a világ, magba vissza a világ, és ez pulzál. Magyar népmesében hol volt, hol nem volt. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer, és nem öncélú módon, hanem közvetlenül a teremtő, teremtői erő ére ráhangolódva. Néhány idézet a folytatásig. Olyan sok idézet nem lesz, de éppen annyi, hogy a következő, a szünet utáni részt el tudjuk kezdeni. Tehát megkeressük most a mágusoknak az ősforrását oly módon, hányszor fogok én ide visszajönni,
idézni fogok valahonnan. Remélem megtalálom az idézetet, az idézet forrását. Hát a legutolsó lap, hát hol lenne? Kassai kódex. Negyedik László király öreg csillagásza, aki mágus. És emlékel, most bejártunk egy utat, amit mágiának, mágusságnak hívnak, holott nem abba a kategóriába tartozik. Nem azt mondom, hogy teljesen más, de nem az a kategória. És jönnek az igazi mágusok. És a Kassai kódex hírt ad erről. Viszont Fehér Mátyás Jenő, most azért gondoljuk végig, egy ilyen pernek a jegyzőkönyvét soha nem tette közzé. Hát helyette van minden. Megidézik, mert tiszta vízzel itatja a gyomorrontásos beteget. Hát ez ma is előfordul ez. Miért nem ezt idézted? Hol volt ez a per? És hát gondolom tudjuk, ő sírba vitte ezt a hagyatékot és ezt az emlékanyagot. Tehát kincses bányáról van szó. A szöveg így szól. 151. oldalon írja. Tehát negyedik László király öreg csillagásza. Hol van a hiteles per jegyzőkönyvbe? Hát ezért nagyon sokan érthető, hogy a hivatalos kritika miért mondja azt, hogy hát kérem szépen, hát ez nem dokumentáció. Itt van egy ügy, hogy én Fehér Mátyás Jenőt becsületes embernek tartom. És vannak dolgok, amit nem lehet kitalálni. Viszont nagyon sok mindent átjár, tehát szó szerint átjár az ő világán belül az aktuális tudásszint. Tehát, hogy éppen mit olvasott, és akkor képzeljük, hogy básol egy per jegyzőkönyvét, és pont akkor olvasta Diószegi Vilmos Sámánhit emlékei a Magyar Népi Műveltségben. Azt mondja, jó, hát akkor jó, akkor itt kicsit abba, akkor legyen dob. Tehát egy csomó fogalom tisztázása tulajdonképpen átmenetileg, mert bármikor, bárhonnan, bármi elő kerülhet. Hát de most egy kicsit így került partvonalon kívülre. Tehát azért gondolom sejtünk valamit. Kun László királynak öreg csillagásza. Ez már mint egy népmese. Ugyanis Kun László fiatalember volt, amikor meghalt. Neki meg volt egy öreg csillagásza. Na de mit jelent a csillagászat és az asztrológia akkor? És kiderül, hogy nem azt, amit mondjuk adott esetben Raimundus Lulusnál, vagy Paracelsusnál és a többi mágusnál, teljesen más kategória. A horoszkóp felállítása után, melyeket táblácskára írt fel, milyen táblácskára? Itt már pergamen is van ebben a világban. Táblácskára írt fel az öreg csillagász. Éjszakánként figyelte a madarak hangját is. Tehát asztrológus, és mire figyel? A madarak hangjára is. És akkor emlékezzünk a mágus madárruhájára. És abban a pillanatban kiderül, hogy képzavarral kevesebb. Na most, hogy lehet párosítani mondjuk egy bolygó konstellációnak a megállapítását éppen azzal, hogy dalul-e a fülemüle, vagy nem dalul? Vagy felcsattan a csalogány, vagy nem elcsattan fel. Éjszakánként figyelte a madarak hangját is. A reggeli órákban ő volt az első, aki megjelent a királynál, és jelentést tett neki. A csillagok állása és a madarak hangjainak alapján. Aznapi országos és egyéb teendőkről. Na most ez a módszer, ez Mezopotámiában, a káldeus csillagászati hagyományban évezredekre megy vissza. Amit mai asztrológusaink soha, nem azért, mert nem tudják, hogy soha, de mai asztrológusaink túl sokat bíznak az efemeridára és a számítógépre. Magyarul nincs kapcsolat a csillagos égbolttal. És egy apróság, tudnak jövendőlni, vagy nem tudnak jövendőlni. Általában nem is tudnak megmondani semmit. Szép dolgokat bármelyikünk képes, hogy van kivétel,
Ezt én magam is megerősítem, és tényleg van. Tehát léteznek asztrológiai módszerek, létezik a hivatás iránt való elkötelezettség, alázat és szeretet, és én egy ilyen asztrológussal találkoztam eddig, úgy nincs bent úgy a nyilvános vérkeringésbe és ismerettségi világban, de mondjuk, hogy az ember találkozik vele és megkérdezi, hogy mi lesz. És akkor nem azt mondja, hogy árfolyamesés lesz, hanem elmondja, hogy földrengés lesz. Mondjuk 2 hét múlva. Árvíz lesz 3 hónap múlva. És eddig mindig bekövetkezett. Tehát a ma is létezik. Tehát léteznek a lehetőségek. Csak kevesebbet kellene a technikára bízni, és az efemeridára. Mert az, hogy mint a mennyben úgy a földön. Hát azért gondolj végig, egy efemeridában, meg egy számítógépes asztrológiai programban nem lesz bent az, hogy mint a földön. Hogy éppen mondjuk az a madár hogyan szólal meg. És egy ilyen gyöngyszem, mert ez tényleg gyöngyszem, mit várna az ember mondjuk a középkori Magyar Inkvizíció címet viselő Fehér Mátyás könyvtől? Hogy ennek a pernek legalább a kivonatos jegyző nyomára nem lehet találni. Nyomára nem lehet találni. És a Tabulus Stellarium címet viselő könyvet állítólag ettől az öreg csillagásztól, majd Lodomér esztergomi érsek gyűjti be. Mert Kun László halála után néhány embert ott egy kicsit megfaggattak, hogy akkor most hogy volt. Hogy tulajdonképpen kijövendölte meg Kun Lászlónak, hogy neki le kell menni oda mondjuk körösszegre meghalni adott esetben. Hát az egy óriási felelősségről van szó. És amikor Fehér Mátyás Jenő leírja, hogy mondjuk jön egy öreg, vagy egy fiatal mágus, most így nevezem, elkezd jövendölni. Miről kezd el jövendölni? Hogy mindjárt vége a világnak, jön a pusztulás, és akkora pánikot teremt, hogy nagyon sokan önként búcsúznak el életétől. Most kérdezem én, ez most inkvizíciós eljárás? Hogy egy rémhírterjesztő, aki mások tudatát megmérgezi, jövőképét elveszi, többen öngyilkosok lesznek. Na ezeket kellett volna Fehér Mátyás, hogy nem egy kalapba dobunk bele dolgokat, hanem akkor az annak az életkorú világnak úgy, ahogy ma is, vannak húsvér emberei. Vannak mellévetődések, vannak telitalálatok, vannak kóklerek, vannak igazmondók, és hát ma is nem nehéz kitalálni. Hát azért nem is közvetve okoz mondjuk egy rémhírterjesztés halált, hanem szinte közvetlenül. 2012, maja proféciák, itt a vége, fuss el véle. És ki tudja, hogy az igazi jövőnkből, mi magunk ilyen gondolkozásmód mellett, mit iktatunk ki? Hát nincs jövőképünk. Mert vagy innen hozunk be egy kis világvégét, vagy onnan egy kis múltpusztítást. Hát gyakorlatilag a magyarság milyen helyzetben van? Maga tehetetlen állapotban van. És ehhez képest még ami kis bőr maradt rajta, hát azt naponta nyúzzák. És ezt nevezik szabadságharcnak. Szabadságharcnak nevezni azt, amikor tulajdonképpen aki ellen a szabadságharcot vívjuk, annak minden kívánságát teljesítjük. Hát ezt hol lehet egyedül népnemzeti színekbe eladni? Hát ezt azért nehogy azt higgyük, hogy bármelyik országba így be lehetne adni. Na de nem is volt bármelyik országban 2002 és 2010 közötti. Na de érzékelni kell sajnos, és látni kell, hogy szomorúan mondja az ember. Hát ami itt 2 éve történik, ha 8 év alatt történt volna, hát itt már mi lett volna? Ugyanazt nyomják le a torkunkon. Ugyanazt nyomják le. Csak ahogy mondani szokták, az volt 8 évig a részegmedve, hát ez meg a precízmedve.
ez tulajdonképpen mindennek utána jár. Na még egy kis adó, na még egy kis, na még ez is. És teljes lefedése és ellenőrzése az életnek. Hát ilyen az 1984-ben nincsen. És ezért küzdünk. Na most ezek az ördögi ravasz, hogy úgy mondjam, fordulatok egy nép életében. Mindig jobbat vár, és akkor jön az a kettős mérce. Hát most miért nézzük el? Hát mert szabadságharcot vívértünk. Most vívja, csak senkinek nem szól, hogy ez szabadságharc. És lassan nem marad olyan ember, aki ne kerülne börtönbe. Most hogy lesz szabadságharc? Most kérdezi második Rákóczi Ferenc, lecsukja a seregeit. Mert átmentek a sárgán, a sárga büntetés nem tudja megfizetni, tehát becserélheti. Kis közmunkára, ha sem, akkor mehet börtönbe. És tényleg elképed az ember. Na de, kár, hogy ilyen képességek nyomják rá néha a bélyegét egy magasztosabb témára, de ez az öreg csillagász, van neki egy könyve, és kiderül, hogy nem akármilyen madarak hangjából jövendőlnek, és mindig hozzá kell valamit tenni. Mert ebből az egy adatból, tehát aki nem olvasta a Kassai kódexet, az most úgyis ilyen rébusz világban nézegeti a dolgokat, de pusztán ebből az adatból vannak mágusaink madárruhában. Tehát ezért kezdtünk ezzel. Tehát tényleg madár. És ember nem tud, miért. És egyszer csak kiderül, van egy mágus csillagász, és pont a királynál. És ez Mezopotámiában nagyon ősi, nagyon régi hagyományágazat. És csillagokból és madarak hangjából. Miért pont madarak hangjából? A macska nyávogásból is lehetne. Vagy bármiből, ahogy a tehénből, egyébként szoktak is. Hát minden állattartó nép tudja, hogy az állat éppen mit akar mondani, vagy milyen hang révén, mi az, amit jelez. De itt ez a madárügy sokkal jelentősebb tétel. Mert van egy nemzetség, a nemzetség pedig a Turul nemzetség. A Turul nemzetség Attila király nemzetsége, és a Turul pedig egy koronás fejű madár. És van Jézus születése, amit karácsonynak hívnak, mind a mai napig Magyarországon. És a karácsony, vagyis Jézus neve, hát ha a születése napját karácsonynak hívjuk 2012-ben is, nehéz asszociálni, hogy ezek szerint ismerjük Jézusnak egy olyan nevét, amit úgy tűnik, hogy mi ismerünk. Karácsony. Ez pedig a kerecsen sólyomra utal direkt rá. Hogy jön ide a kerecsen sólyom, megint röpülünk egy nagyot, erről is igen gyakran megemlékezünk. Hát ez a Kákosi Lászlóféle egyiptológusnak az akadémiai székfoglaló megerősítő beszéde 80-as években. Az egyiptomi sólyomfejű Isten és Jézus Krisztus azonossága. Most az ember itt megint megáll. Jézus Krisztus az egyiptomi kereszténység első évszázadaiban sólyomfejű fiú istenként, fiú, Isten fiúként jelenik meg. Történelmi tény. Ha egy magyar egyiptológus akadémiai székfoglaló beszédét ebből tartja, akkor mi a probléma a karácsony kerecsen megfeleltetéssel? Mert ugyanaz az akadémia viszont ettől mereven elzárkózik. Tehát Egyiptomban lehet sólyom, Kárpát-medencében nem lehet sólyom. Egyiptomban süt a nap, itt pedig déli báb. Tehát itt akkor ez egy déli bábos jelenség. És elmondtam, mert tényleg így van, oszlopokon megjelenik, Kákosi ráadásul a tanulmány kötetében a fényképeket is publikálta, bele van vésve, ugyanis átveszik az egyiptomi
keresztények az egyiptomi templomokat, tehát a Jézus születése előtti évezredes templomokat, és nem bontják le, nem hordják szét, nem verik le, hanem ahol megjelenik a tébai sólyom fiú istenség, ott a csőrébe, vagy a fejének valamelyik, sólyom fejének valamelyik részébe Jézus Krisztus monogramot vésik be. És hangsúlyozom, fényképes melléklettel akadémiai székfoglaló beszéd. Az égen megy egy madár, de nem madár, szárnyas angyal. Arhaikus népi imádság. Bolygóknak pedig legmagasabb szinten közvetlenül az isteni üzenetet közvetítik, tehát maga az Isten sugároz át rajtuk, alacsonyabb szinten a bolygóknak vagy a csillagoknak a spirituszát, a szelleméről beszélnek, na de Sanctus Spiritus. És középkori szövegekben bolygóknak nincs démonuk. Nincs démonuk. Szellemük van, tehát szellemük, ki sem merem mondani a Spiritus, akkor Sanctus Spiritus, angyalaik vannak, tehát valamiféle intelligencia az, ami megjelenik egy ilyen bolygó vagy csillag tulajdonságban, és az állandó, hogy úgy mondjam, üzenet. Tehát maga az asztrológia is végeredményben erre rímelne rá, hogy mit mondanak, mit üzennek, egyáltalán a csillagnak a beszéde, logosz. Tehát asztrológia. Tehát ez azt jelenti, hogy ott van egy fényes égitest, és annak van egy anyanyelve. Tehát közvetlenül Isten üzenetét mondja. Ezért a ókorban hívták a bolygókat is, tehát bujdosó csillagokat, és az álló csillagokat is kikiáltóknak. Miért? Hát mert ők kiáltják ki, hogy mit mond a teremtő. Tehát kikiáltó. Vagy, most hirtelen akartam mondani, parancs. Parancsolók, parancshozók. Tehát nem csak kikiáltják az üzenetet, hanem Isten parancsolatja. Tehát közvetítő nélkül. Hát egy normális ember Isten üzenetét úgy nyilván a magokból, az égi magok, fényes magokból, és a maga magjából fogja úgy egybe magosítani, és ebből lesz majd a jövendő. Utolsó mondat. Nem egészen egyébként, tehát azért ne örüljünk neki. Nevezik tolmácsoknak is. Tehát ez már gyengébbeknek, amikor tolmácsolni kell. Tehát mint hogyha van egy ilyen fokozat is, amikor egy átforduláson keresztül történik. De amire még vissza szeretnék utalni, tehát Kun Lászlónak ez a öreg csillagásza. Leginkább nem fogjuk elhinni, milyen madár hangjából. Holló. Holló. Tehát a szöveg így szól, de voce corvi, a holló hangjából. És hogyan? Úgy, hogy a teljes állatövi keretrendszeren keresztül. Most, hogy ezt hogyan alkalmazták? Hogyan gyakorolták? És itt jön, hát ki lehet találni, egyszer csak azt mondja Hollós Mátyás, Matthias Rex, Corvinus Mátyás, hogy nemzetségének címerállatát, a hollót. Ő egész életében, de egész életében nagyon sokat köszönhet a hollónak. Mert nem véletlenül lett nemzetségének címerállata. Tehát a holló hangja, a holló megjelenése, a holló jelzése őt nem egy alkalommal, nem egy élet veszélyből ragadta már ki, hogy mindig figyelt a hollóra. És van egy utolsó, a szünet előtti kérdés, hogy a sólyom épít-e magának fészket? Nem épít fészket. Leggyakrabban melyik madár fészkében költ? A hollófészekben.
Tehát ilyenkor az ember úgy sejti, hogy hát azért itt vannak művelődés történeti kincsek. Mert ezek tényleg azok. És a baj az adott esetben, hát ennek is örülhetünk, hogy aki nyilván a ládában őrizte ezeket az íratokat, könnyen lehet, hogy úgy távozott az élők sorából, hogy nem rendelkezett arról, hogy ezeknek a kéziratoknak vagy jegyzeteknek egyáltalán mi legyen a sorsa. De örömmel mondom, vannak, akik kutatják. Tehát akik keresik az ő családjával való kapcsolatát, próbálnak Németországba is nyomokra, kéziratokra bukkanni. Negyed óra múlva folytatjuk, tehát akkor most jön egy gyors szünet. Akkor tényleg elkezdjük. Bemelegítésként mostantól kezdve csak idézett felolvasás veszi kezdetét, ugyanis túl sok idézetet kell most felolvasnom. Tehát némelyiket már ismerjük, némelyiket nem, de hát végül is ez egy összegző, záró alkalom. Tehát most visszaugrunk a csillaggász mágus papírrend világába. Kik voltak az úgynevezett káldeusok Babilónban? Hát ezt a kérdést, ezt Jézus születés előtti évszázadokban teszi fel szicíliai Diodorosz. A káldeusok Babilónia legrégebbi lakosai közé tartoznak, hát ezeket már végigvettük, hogy ez mit jelent. Tehát végeredményben ez az a sumér korra tehető őslakosság réteg, amelyik vagy azonos magával a sumér néppel, amelyik káldeusként megy aztán tovább a történelemben, vagy édes testvérei egymásnak. Tehát a két népről van szó. Ilyen időket élünk. Várom, hogy mi lesz a következő. Tehát, ha mágiáról szó van, tehát csak így, hogy mágia, vagy mágus, akkor érdekes módon van egy sorrend. Ezt a sorrendet nekünk az ügy érdekében be kell tartanunk. Tehát a periférián a perzsa mágus van. Az ügy szempontjából most a perzsa mágussal nem is foglalkozunk, mert egyáltalán kétséges az, hogy milyen volt a perzsa mágus világnak és a perzsa ágazatú Zaratusztra vallásnak, mondjuk az eredeti Zaratusztra valláshoz és az eredeti mágus hagyományhoz. A másik a médek rendje, hát ez a Mezopotámiától egy kicsit kifelé, Zagrosz hegy térségében, és a méd törzsek közül állítólag az egyiknek 7 vagy 8 méd törzset, tehát méd törzset tartanak számon, ezek közül az egyik volt a mágus. Itt megint jön az összevonás, mert a káldeus nép egyik törzsének megint csak a mágus tartják, de az a hagyomány, amit mi keresünk, leginkább dokumentált módon, és ez a csillagászati hagyomány. Ez a káldeus mágusok világa révén vált híressé. Tehát kik voltak az úgynevezett káldeusok Babilóniában, milyen régiek, még egy apróság így hozzátételként, káldeus, tehát káld, mint helynév, káldi, káld, tehát ezerféle változatban jelenik meg a Kárpát-medencében. Tehát helynév, településnév, falunév, hegynév, mezőnév, nemzetségnév, tehát ezzel már komolyan lehet számolni. Babilónia legrégebbi lakosai közé tartoznak. Gyors kitekintés, emlékezzünk a nagy versenyfutásra, ami hát eléggé egyféle eredményt hozott. Ókori népek versengenek, hogy a
legrégebbi népnek kik számítanak. Két nép marad a küzdőtérnek a porondján, az egyik az egyiptomi, a másik a szkíta, és egyhangú, és az egyiptomi papság is elismerte, hogy a szkíta az ősip. Tehát az a régebbi. Na most a káldeus, tehát a mezopotámiai káldeus nép és az egész hagyományvilág, azt nyugodtan, bátran állíthatjuk, hogy így szkíta ágazatnak, majdnem főágnak a nyomaként jelenik ott meg. És egész Babilóniában, hát azért Mezopotámia, Babilónia térségében azért néhány nép megfordult, a legősibbnek, tehát ős lakosnak, a káldeus tekintették az ókor végén. Helyzetük hasonló az egyiptomi papokéhoz, mert az ő feladatuk az istenek tiszteletéről gondoskodni. Egész életükön át bölcselettel foglalkoznak, kiváltképpen, mint csillagfejtők híresek. Szorgosan művelik a jóslás művészetét is, amelynek segítségével a jövendő dolgokat előre bejelentik. Rossz dolgok eltávoztatása, a jók elérése, különféle módszereket használnak, na ez a mágia, különféle módszereket használnak, hol megtisztítást, hol áldozatot, hol varázsénekeket. Jártasak a madárrepülés értelmezésében. Tehát csillagászok, és jönnek a madarak. Tehát az, hogy madárhang, madárrepülés, hát nyilván itt most a, hogyan lehetnek mondjuk a madarak ennyire kitüntetett szereppel megáldva az égi tudomány vonatkozásában. Hát azért a madár elsősorban az égnek a lakója. Mondanánk ilyen profán egyszerűséggel, tehát azért szárnyal, mert nyilván le is tud szállni, de hát ha szárnyaló készségről van szó, és egyáltalán felfele menetről, hát mindig a madár hasonlat jelenik meg, vagy ez a leggyakoribb. Álmok és csodajelek magyarázatában. Kiálló áldozat nézőknek, és tartják őket, mert pontosan eltalálják az igazat. Itt tudni kell, hogy pontosan eltalálják az igazat. Tehát nincs olyan, hogy hát van benne valami, egész érdekes, ismerjük. Hát azért van benne valami, azért sok minden már majdnem bejött, igaz, hogy semmi, de azért van benne valami. Tehát a jövendőlésnek van egy titka. Vagy meg tudja mondani, hogy mi lesz, és akkor jövendőlés, vagy nem tudja megmondani, hogy mi lesz, és akkor nem jövendőlés, hanem félrebeszélés, félrevezetés és megtévesztés. A káldeusokról, hát itt egy népről van szó. Tehát a káldeusok tulajdonképpen mivel forrottak össze, mivel váltak egylényegűvé? A jövendőnek a tudásával. És a jövendőről való értesüléseiket elsősorban a csillagok világából nyerik. Káldeusoknál a bölcsességnek ez az ága egy törzs tulajdona. Hát a mágusoknál vagyunk. Hivatala apáról fiúra öröklődik. Miután a fiak, gyermekek az apákhoz, szülőkhöz járnak iskolába, ezért a tanításnál semmit sem tartanak rejtve előttük. És azért gondolom, sejtjük, tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy ősi idők óta folyamatos a hagyomány átadása. És mindig egy jelenkornak egy jelenbeli kapcsolata a csillagos égbolttal, de akik jelenleg vannak kapcsolatban a csillagos égbolttal, azok évezredekre visszamenve pontosan tudják, hogy a csillagos égboltnak milyen arculata volt. És van egy feltevés, és ez a szkíta népek állandó lerajzására próbál magyarázatot találni. Hát nyilván, hogyha van egy lüktetés az úgynevezett népek országútján, tehát Kárpát-medence és a Tarim-medence között, felfelé is lehet menni, van erre éppen elég példa, de a nagy vonulások ezek általában mindig déli irányba történtek. És nagyon sokszor nem lehet megmagyarázni, hogy miért. Általában egyébként meg lehet, mert mindig egy helyzeten próbáltak javítani. Tehát ez így volt Mezopotámiában, amikor az asszír birodalmat szüntették meg, a médek szkíta is, tehát a káldeusok és a médek szkíta segítséggel. Aztán megjelennek a hellenisztikus korszaknak a túlkapásait, borzalmait és egyáltalán félrevívő
ügyeit semlegesíteni, közömbösíteni, és megint jó pályára állítani a mezopotámiai műveltséget, a pártusok. De van még egy lehetséges ok, hát a csillagos égboltnak vannak csillagai. És földtörténeti vonatkozásban viszont, hát bizonyos szélességi körökről a csillagos égboltnak nem minden területe látható. És amikor nagy történelmi események várhatók, hát bizony, ez nem népek vándorlása lefelé, hanem minden esetben a csillagos égbolttal való kapcsolatnak a kitágítását, a kiteljesedését jelenti. Tehát gondoljuk végig például a Délkeresztje nevezetű csillagkép, ami rendkívül fontos az emberiség történelmébe is, hát azért nem nagyon látható a mi szélességi körünkről. Mezopotámia déli részéről már lehet látni. Tehát, hogyha az ember azt is tudni akarja, hogy nem csak az, hogy mi van az északi pólus felé, hanem az égboltnak a déli pólusa felé is mi van, tehát az egész csillagos látható égboltot meg akarja ismerni földről nézve, akkor ameddig lehetőség és a küldetés engedi, megtörténnek ezek a déli irányba történő kirajzások. Miután számtalan éven tanulmányozták az égitesteket, a hivatalos történelem-tudomány idő beosztását figyelembe véve, ez több ezer esztendőnek feleltethető meg. Most gondoljuk végig, több ezer év, tehát mi ezer évről már úgy beszélünk, hát ebben volt egy Árpád-kor mondjuk Szent Istvántól, Hunyadi Mátyás kora. Tehát azért nagyon nagy idő, mondjuk egy évezred. Mezopotámiában a káldeus mágusok évezredeken keresztül gyűjtötték fel, és nem veszett el ez a hagyomány, nem pusztult el a csillagos égboltra vonatkozó tapasztalatvilágot. Tehát az emberiség életében, az akkor ismert emberi világon belül nem véletlenül tartották őket a legnagyobb tudásúaknak. Tehát akik a legtöbbet tudnak. Eleve régi népek, régi és megpróbált a tudásuk, és az emberiségnek a csillagos égbolttal való kapcsolata több ezer éves múltra megy vissza, hát legalább 4000 éves múltra, ha a hivatalos kronológiát, beosztást követjük, de majd látni fogjuk, nem fogjuk követni. De jeleztem, hogy még ezer esztendő tény adat, tehát újra figyelmeztetni kell. Tehát el nem tudjuk képzelni, mit jelent egy nép életében úgy gondolkodni, jövendőt tervezni, láttatni, hogy évezredekre visszamenőleg nem csak tulajdonőseiket, hanem minden bolygóállást, és élmény szerint, és tudás szerint, tehát nem efemerida, nem számítógép, hogy megnézem, hogy 2000 évvel ezelőtt mondjuk augusztus 12-én mi volt a konstelláció. Hanem olyan feljegyzések, olyan továbbörökítések, hogy milyen rendkívüli események történtek mondjuk az égbolton. Aztán, miután számtalan éven tanulmányozták az égitesteket, mindenkinél behatóbban ismerik a csillagok mozgását és hatását, és számtalan eljövendő dolgot pontosan előre megjövendőlnek. Jön a következő idézet, ez lesz a harmadik. A másodikat kihagyom. A káldeusok azt állítják, hogy a világ lényegénél fogva örökké való. A csillagzatokat régi időktől fogva megfigyelték, és senki sem vizsgálta ki az egyes csillagok mozgásait és erőit pontosabban, mint ők. Ezért tudnak oly sokat előre megmondani az embereknek a jövendőről. A legfontosabb szemükben a hét csillag, hát ő ötöt ír, én most értelemszerűen a hét bolygórendszerről beszélek, tehát itt elkezd magyarázni, hogy a nap és a hold és az öt bujdosó csillag. Tehát legfontosabbak a bolygók számukra. Mozgásának vizsgálata, melyet planétáknak hívunk. Kikiáltónak, hát erről volt szó, értelem szerint az Isten parancsait kihirdetőnek nevezik őket.
Tehát ott kerül kihirdetésre, mint a mennyben, úgy a földön. Negyedik idézet. Annyit joggal megállapíthatunk, hogy senki a föld kerekén olyan jártasságra nem vitte a csillagfejtésben, és senki annyi szorgalmat e művészetre nem fordított, mint a káldeusok. Hát most már azért gondolom érzékeljük, hogy ez egy egyöntetű hagyomány. Tehát a káldeusok tudása, a káldeusok csillag ismerete, az az egész ókor szemében egy megbecsült, elismert tudást jelentett. Ha azonban arról hallunk beszélni, na most jön, hát ez latin műveltség, római. Hát hiába szicíliai Diodorosz, de hát azért annak a kultúrkörnek a része. Mennyi ideje foglalkozik a káldeusok kollégiuma a csillagvilág tudománnyal? Na igen, mennyi ideje? Akkor alig, ha hihetünk nekik. Na most... Ha mindent elhisznek nekik, amit a káldeusok mondanak, mert kiáll mindenféle ellenőrzést és próbát. Hát ők mondják, ő írja, mindig eltalálják az igazat, kivéve egy dolgot. Mert az időtől fogva, midőn először kezdték a csillagokat megfigyelni, Nagy Sándor fellépéséig 473 ezer évet számítanak. Tehát 473 ezer év. Hát mondanám, hogy én is így csóválnám a fejemet, de egy biztos nem teszem. Tehát röviden, tömören. Ha hazugságon káldeusokat nem lehetett rajta kapni, ha mindig megmondták az igazat, akkor az ő tudásuk, ellenőrzött tudásuk, tehát nemzedékről nemzedékre, tehát itt nagyon félre lehet érteni dolgokat. Itt nem biztos, hogy arról van szó, hogy ők, hanem az a tudás, amit képviselnek, 473 ezer éves tapasztalati múltra vezethető vissza. És hát nyilván mi itt, amikor a múltat végképp eltörölni világban élünk, egy kicsit sziszenünk, én viszont ezt nem teszem, ugyanis Cicerót idézem. A babilóniaiak, tehát káldeusok, 470 ezer évre terjedő történeteket, történeti feljegyzéseket bírnak. Aztán Cicero hozzáteszi, na de ki hiszi ezt? Hát azért rómairól van szó, nekik tegnap előtti a múltjuk. És most már kezd érezni az ember, hogy Egyiptom és mondjuk Szkítia közötti kapcsolat. Azért 470 ezer év, 473 ezer év, ez azért nagyon nagy idő. Tehát ez tényleg elgondolni sem tudja az ember, és mivel több ókori forrásban makacsul tartja magát, és ráadásul a káldeusokat nem szeretők is, elismerik és hitelesnek tekintik, amit a káldeusok mondanak, akkor ezt miért kérdőjeleznénk meg? Megyünk a következő idézet felé. Igen, ezt leteszem. Nem szabad itt összekeverni dolgokat. Ő a vízözön után királyságra tört. Hát ez a Pseudo-Klementinák. Tehát Szent Kelemen pápának tulajdonítja a hagyomány. Ő a vízözön után királyságra tört. Na most, mikor volt a vízözön? Ki tudja? Hát valamikor volt, nem tegnap előtt, nagyon régen volt. És eleve a mezopotámiai királylisták, amelyek megint nagyon nagy időket ölelnek fel, azok beszélnek egy vízözön előtti korról, vízözön előtt uralkodó királyokról, ezek évtizedeket megélnek, és vízözön utáni uralkodó királyokról. És vízözön után uralkodó királyoknál így megy össze az idői szépen, szinte már ilyen biblikus módon. Tehát ahogy jövünk be az időbe, egyre kevesebb jut az emberi, egyedi emberi életre. Ő a vízözön után királyságra tört, hatalmas mágus lévén. A mindenség sorsát meghatározó csillagot. Tehát beszélünk valakiről, aki hatalmas mágus volt.
vízözön után királyságra tört, magyarul ő volt a király. Tehát ezek már kicsit ilyen rosszindulatú pseudo-Klementinák. Tehát ez már kicsit olyan, hogy na hát azért nem értünk vele egyet, mert minek kellett neki királykodnia. A mindenség sorsát meghatározó csillagot. Tehát megint a mágus, végül is megint a csillagoségból tudományát jelenti. Tehát hatalmas mágus lévén. A mindenség sorsát meghatározó csillagot. Tehát az egész teremtett világ. Tehát nem csak a naprendszer, nem csak az állatövnek a kis világa, nem csak a tejútrendszer, mindenség. Tehát a mindenség sorsát meghatározza egy csillag. Na de melyik az és hogyan határozza meg? Mágikus erejével, tehát erről a titokzatos királyról van szó, arra késztette, gondolom észrevesszük a fenntartásokat. Abba bele se gondol, hogy hát azért attól, hogy neki nem tetszik, és ő így fogalmaz, attól mégiscsak nagyon fontos dolgot ír le. Arra késztette, hogy neki adja a királyságot. Megyünk a következő idézetre. Az Úr őt villámtüzében ragadta élve az égbe. Istenné tette, s a csillagok közé emelte. Aztán harmadik krónikon Pascale. Akiről a perzsák azt állítják, hogy istenné vált. Megistenült, az égi csillagok közé emelkedve, és itt az Orion nevet nyerte. Kiről van szó? Nimrodról. Tehát Nimrod tulajdonképpen egy ősi, ókori hagyomány szerint mágus király, mágikus tudományoknak a képviseletében lépve, ő az első király a Földön, tehát ezt a Ótestamentumból is pontosan lehet ismerni, és az, hogy amire remélem fölfigyeltünk, tehát amennyire egy kicsit úgy nem szeretik, hát ezek, azt kell mondani, egyházi szövegek. Dolgokat nem tudnak letagadni. Hát azért figyeljünk erre a mondatra oda. Az Úr őt villám tüzében ragadta élve az égbe. Élve. Istenné tette, csillagok közé emelte. Mi a probléma Nimrodta? Hát az, hogy aki ezt leírja, őt nem ragadta az Úr. Élve, és nem emelte fel. Aztán, akiről a perzsák azt állítják, hogy istenné vált. Hát azért Nimrod és az Isten. És az embernek azért valami úgy szépen belekerül a szíve közepébe. Nagy vadász vala az Úr előtt. Most a Ótestamentumból idéztem. Tehát itt van maga a Teremtő Isten, és előtte ott van Nimród, aki nagy vadász vala az Úr előtt. Nincs közvetítő. Tehát Nimrodnak az teremtővel való kapcsolata egyenes, színről színre való kinyilatkoztatáson alapuló kapcsolat. A vadászat itt pedig gondolom tudjuk a meditációnak, vagy az imának, vagy a révülésnek. Tehát Nimrodnak a célja maga az Isten. Tehát más célja nincs ezen a földön, mint Istent elérni. Onnan nézve pedig, nincs közöttük senki. Tehát nagy vadász vala az Úr előtt. És az Ótestamentumban nincs mellékkommentár, hogy ezt hogyan kell értelmezni. Arra más típusú iratok vannak. Itt tulajdonképpen egyféleképpen lehet értelmezni. Nimroddal a Teremtőnek való kapcsolata nyílt, egyenes és őszinte. Utána jön a következő idézet, mert már 9 óra táj van, már tömörítünk. Hát ez a mű pedig, így nyitom ki, és akkor eszihető lesz, a törzsek származása vagy a kincses barlang, tehát ez a híres könyv, a szírkereszténység szent könyve, Szent Efrén a
szerző. És emlékezzünk a csillaggal való kapcsolatra. 2 évvel azelőtt, hogy Krisztus megszületett, csillag jelent meg a mágusoknak, a napkeleti bölcsöknek. Látták ezt a csillagot az ég boltozatján. Fényesebben ragyogott, mint az ég összes többi csillaga. Egy fiatal leány volt benne, aki koronás gyermeket tartott karjai között. Hát ez a fiatal lány, lehet tudni, ez maga a Szűz Mária. És még egy apróság, koronás gyermeket tartott karjai között, és még egy kiegészítés, ennek a műnek is van ótestamentumi része, és ez pedig így szól. Az első király a földön a hős Nimród, aki 69 évig uralkodott, fővárosa pedig Bábel volt. Nimród az égen megpillantotta egy diadéma képmását, akkor hívatta a mesterembereket, magyarul egy korona képmását. Tehát a csillagos égbolton Nimród koronát lát, és a koronát elkészíteti magának itt a földön. Aztán ugyanez a Nimród, miután már király, elmegy Noé fiához, akit Jontonnak hívnak. Van egy hagyomány szerint, amely szerint Jonton, és itt írja a lábjegyzetben a kommentár részben, a pártusok őse. Tehát Jonton. Tehát a pártus hagyomány, tehát az arszakida pártus hagyomány, az tulajdon ősének, tehát mélyebb, régebbi ősének, Noé fiát, Jontont tartja. Hát aztán, hogy ezt a Jontont mi hogyan tudnánk hangzósítani, hogy milyen tan, ami jó úton jön. Tehát lehet sejteni, hogy ennek meg lehet adni a magyarázatát, és elmegy már a koronás Nimród, tehát ő, aki a világ első királya, felkeresi ezt az embert, tehát Jontont, egy tó parton megfürdik, áldozatot mutat be, és leborul Jonton Noé fia előtt. Így szól hozzá Jonton. Te király vagy, mégis leborulsz előttem. Ezt már egyébként én sokszor olvastam itt ezen a helyen is. A tanúság viszont nagyon lényeges. Tehát van egy tó, van ott víz. Nimród, aki király, megérkezik és leborul Jonton előtt, aki csodálkozik, hogy te király vagy, és mégis leborulsz előttem. Nimród mit mond? Hiszen a te kedvedért jöttem ide, és ennek így kell lennie. Ez milyen jelenetnek lehetne az előképe? Milyen evangéliumi jelenetnek? Jézus elmegy keresztelő Szent Jánoshoz. Szóról szóra a párbeszéd és maga a helyzet. És Jézus, ha nem tűnt volna föl, megkeresztelteti magát keresztelő Szent Jánossal. És mit mond keresztelő Szent János? Te jössz ide hozzám? Hát nekem kellene nálad megkeresztelkednem. És Jézus mit mond? Hát hogy ezt most hagyd, de ennek így kell lennie. 3 évig marad itt, Jonton pedig megtanította Nimródot a bölcsesség és kinyilatkoztatás könyvére, majd így szólt. Ne térj vissza hozzám többé. Útra kell tehát kelet felől, és sokak csodálkozására jövendőlni kezdett ezen nagy kinyilatkozásokból. És hát a többi nép látván, mi ősi magasztos titkokkal foglalkozik Nimród. Nimród jövendőmondását azonban, minthogy Jonton tanította meg rá, senki sem vetette el az igaz hitű tanítók közül, hiszen maguk is gyakorolták. Magyarul van egy kereszténység, amely kereszténységnek az előzményét kialapozza meg. Maga Nimród. És azért ne felejtsük el, szent könyv. Az Efrémet nem én avattam szenté. Tehát ez egy létező, valóságos keresztény hagyomány. És van még egy apróság. Szíriai kereszténység előbb létezett, mint a római. És még hány apróságról kellene itt beszámolni. És 2 évvel azelőtt, hogy Krisztus megszületett, csillag jelent meg a mágusoknak, a napkeleti bölcseknek. Látták a csillagot az ég boltozatján, fényesebben ragyogott, mint az összes többi csillag. Egy fiatal lány volt benne, aki koronás gyermeket tartott karjai között. Koronás gyermeket. Hol találkoztunk koronával?
csillagos égbolton Nimród egy korona képét, fényét látja. És akkor mi van a mindenség sorsát meghatározó csillaggal? Mert valószínűleg erről a csillagról van szó. A régi királyok és napkeleti bölcsek, a káldeus mágusok szokása volt, hogy minden cselekedetüket a csillagokból kiolvasott tudás szerint irányították. A mágusok és a káldeusok ugyanis a csillagok járásából, amit a csillagjósok állapítanak meg nekik, hát a két felolvasott szöveg között fél ezer esztendő van. Tehát a szicíliai Diodorosz és a Szent Efrém között. És még mindig nem kopott a káldeus mágusok tudásáról kialakított, megbecsült nézet. Tehát a mágusok és a káldeusok ugyanis a csillagok járásából, amit a csillagjósok állapítanak meg nekik, valóban előre tudnak minden eseményről, még mielőtt azok bekövetkeznének. Ebben mi az érdekesség? Ez nem azért mondom, mert itt vitatkozni akar az ember, de egy biztos. És ez tényleg biztos. Az ótestamentumi jövendőlések, amelyek Jézusra vonatkoznak, annyira általánosak, annyira nem konkrétak, hogy a zsidóság pont Jézus születése körüli esztendőkben még messiás sem várt. Nemhogy egyetemes megváltót. Most ehhez képest hogy van az ügy beállítva? Hát, hogy hirdették, megjövendölték előre, mit mondtak? Emmanuelnek fogják hívni? Már annyiszor voltam kénytelen elmondani, hogy Jézusnak hívják. Hát így én is tudok jövendölni, hogy hát majd fogják valahogy hívni. És akkor nem úgy hívják. Na jó, hát de van benne valami. Hát tulajdonképpen velünk az Isten. Hát milyen? Ezek magyarázkodások. Ezek sejtelmes előrejelzések, de megmaradnak a sejtelem és a vágyakozás és a várakozás szintjén, de nem tudja konkretizálni. Tehát a megérzés is egy óriási nagy dolog, tehát ezt azonnyomban jeleznem kell. Csak még egy aprósággal ki kell egészíteni, álltak a szibilláknak a jövendőlései. Tehát azt is olyan homályos rejtelem tartja mind a mai napig felszín alatt, de Vitéz János esztergom érsek hogyan festi ki a palotáját, ahol megjövendöli a magyarságnak és a világnak a sorsát. Az egyik teremben megfesteti a magyar ősök képét, de nem csak Mátyás királyig, amíg ő élt, hanem utána is a soron következő királyokat megfesteti. És ezek a festmények gyakorlatilag Buda és Esztergom visszavételéig láthatók. Azóta nem láthatók. Amióta az Egyesült Keresztény Hadak Habsburgokkal az élen, visszavették ezeket a központokat. De van egy olyan terem, ahol a jövendő mondás, hát tulajdonképpen, hogy mibe fut bele a magyarság sorsa. A két termet egy márvány folyosó köti össze, és ezt hívták szibillák termének. Az összes szibilla, hát hogy hány van lehet, hogy 7-7 az biztos, hogy van, ahogy megjövendőlik Jézust. Esztergomi érsek. Most a szibillák pogányok. A szibillák nagyon pogányok. És érdekes módon hangsúlyozom, úgy tűnik, hogy vannak más források is, más előrejelzések is. És a szibillák a megfeszített Jézus kereszt fájánál állnak, és az esztergomi érsek úgy festette meg, nyilván voltak többlet szintek, jelentések és értelmezési lehetőségek, ahogy megjövendölik Jézust. Ugyanis a szibillák a hagyomány szerint megjövendölték, hogy holtájt fog születni, megjövendölték azt, hogy 30 éves korában fog színre lépni, megjövendölték azt, hogy 3 évig fog tanítani, majd keresztre fogják feszíteni, és harmadnapra fel fog támadni. Hát azért ez jövendőlés. Hát ezt nem kell külön magyarázni. És hát azt is tudni kell,
hogy amit az ókorban és az őskereszténységben általánosnak tekintettek, hogy a szibillák is, ez pogány papnők, megjövendölték Jézust, a kereszténység újkori történelmében erre vonatkozó valóban érdemes, de szemeket felnyitó művelődéstörténeti, eligazító tanulmányok, kötetek, hát én még nem találkoztam. Ha van, akkor pedig marad ez a nagy homály. Tehát olyan érdekesség, hogy lehet így is értelmezni, lehet úgy is értelmezni. És itt vagyunk a káldeus mágusoknál, és félreértés nincs, mert ki lehet találni, hogy annak a három napkeleti mágusnak jelent meg ez a látomás, akik tényleg megtalálják Jézust, a csecsemőt a betlehemi jászolban. És itt is elhangzik, a csillagjósok, tehát ezek a káldeusok, valóban előre tudnak minden eseményről, még mielőtt az bekövetkeznék. Hova lettek ezek a káldeusok? Hát merem remélni, hogy Attila király idején Attila népét alkották. Tehát ezt nyomon lehet azért követni. Aztán, így módon ezek a mágusok, napkeleti bölcsek, miután utána néztek, Nimród kinyilatkoztatásában. Tehát Nimród kinyilatkoztatásában utána néztek, kik a mágusok. Ki volt Nimród a ókori keleti hagyományok egyik ágazata szerint? Hatalmas mágus. Tehát a mágus hivatásnak az ősatja volt. Királyi szinten, most nagyon lényeges dologról van szó, királyi szinten. Így módon ezek a mágusok, napkeleti bölcsek is, miután utána néztek Nimród kinyilatkoztatásában, megtudták, hogy király született Júdában, és feltárult előttük Krisztus egész élet útja. Tehát micsoda? Egész élet útja. Tehát Krisztusnak egész életútja feltárult előttük. Van-e olyan, hogy Dániel próféta előtt feltárult Jézus egész életútja? Van-e olyan, hogy Jóél, vagy Ezékiel, vagy Ézsajás prófétának Jézus egész életútja feltárult? Tehát van egy hagyomány, ezt a hagyományt az utóbbi évszázadokban megpróbálták teljes egészében ellehetetleníteni. Vagy minthogyha nem is létezne. Hát mondanám, hogy ennyi, de szomorúan kell megállapítani, hogy még van ennyi. Szenci Molnár Albert. Magyar latin szótárának latin nyelvű bevezető szövegében írja a következőket. Tehát ez már a reformációnak az ideje. Ő mit ír a Szent Istváni térítésről? Szerencsére nem egyeztetett Balinyi Jós Ferenccel. Tehát ő mit ír a Szent Istváni térítésről? Az ezután következő századokban, a szűz istenanya után, szűz istenanya, magyarul szó nincsen külföldről becibált hittérítőkről. Tehát Szent Istváni térítés, Szenci Molnár Albert világából azt jelenti, hogy a szűz istenanya vallásos tisztelete reformáció irányából nézve egy kicsit nagyobb súllyal jelentkezik, mint ahogy azt az 1600-as évek legelején mondjuk egy református irányzat a tiszteletet leszámítva mondjuk átemelne az imádásnak a világába. Szó nincs egy külföldi hittérítőről. Után, tehát a szűz istenanya, istennő után a mindenfelé három királyoknak nevezett keleti bölcseket tisztelik. A keleti bölcseket, ez fordítás, Szenci Molnár, Magos Orientales, tehát a keleti mágusokat. Mióta? És akkor az ember, hát most már nincs ott,
13. század kassai kódex, mágusperek, mágusok, mágusok papirendje, Pontifex Maximus Magorum, Szent Simolnár Albert, reformáció idejében mit ír? A magyarok a három napkeleti mágust tisztelik, vallásos áhítattal. Na most nagyon gyors kérdés. Ha történetesen, Szenci Molnár Albert ezt nem írja le, akkor mi mit tudunk erről? Hát a tananyagot. Kristó Gyulától Badinyiig. Badinyitól Kristó Gyuláig. És itt el kell mondanom, hogy Badinyi Jós Ferenc munkássága az egy nagyon magas rendű. Nagyon tiszta egy darabig. Ez megközelítőleg Szent István kora. Ott, mintha lemenne a redőny. Tehát ahogy ő ír a mezopotámiai nyelvészeti kérdésekről, Káldeától Istergamig, az tényleg tankönyv alapossággal. Semmi probléma nincs vele. Tények, hátán néha egy kicsit csúsznak a tények, de érthető, hogy miért. És onnan pedig a jó ég tudja, hogy belebújt egy darás, csipkette. Nem. Ennyit számít a janicsár nevelés. Hát janicsárok közül egy nem volt török származású. Megvolt a pedagógiai módszer, külön erre találta ki a felséges padisa udvara, hogy fiatal korban gyerekeket, fiú gyerekeket pár év alatt úgy át lehet nevelni, és még mindig lebecsüljük ennek a, hogy úgy mondjam, a átalakító nevelésnek, pedagógiának a súlyát. Hát onnantól kezdve egy bosnyák, egy magyar származású janicsár, kikkel szemben védte mondjuk magát a felséges padisahot? Tehát ez ne becsüljük ám le. Hát beivódik. Tehát mintázat. És nyilván van egy kiszolgáltatott helyzet, hogy az ember élni akar, ráadásul becsületesen helyt kell állni. Nyilván ezek a gyerekek évekig még siratják szüleiket, de azért harcosok lesznek. Na de miért harcolnak? Sokszor már nem is tudják, hogy saját hazájuk ellen harcolnak. Nyilván nem mondja az ember azt, hogy az egész, hogy úgy mondjam, hivatalos történelemtudomány ebbe a kategóriába tartozik, mert azért nyilván vannak eredmények, de nagy általánosságban, tehát ami felé sajnos megy ez a szekér. Sajnos azt kell mondani, nem jó felé megy, fut velünk egy rossz szekér. És utána tényleg, mintha jajszó szállna. És ez tényleg kocsi út az éjszakába. És nincs teli hold, nincs édesapa a bakon. Ez maga a rossz szekér, ami fut velünk az éjszakába. Leszállni már nem tudunk, mert gyorsan szalad. És akkor azt hiszük, hogy már politikai szinten eldőlhetnek dolgok, meg gazdasági szinten. Ez egy teljesen más szekér. Se politikai megoldás sincs, se gazdasági. Ez magunk ügye. És ott kell rendezni. Na most, három királyoknak nevezett keleti mágusokat tisztelik, most figyeljünk, mivel úgy tartják, hogy azok a mágusok saját őseik voltak. Tehát itt most a nagyváradi katolikus lakosságról a református Szent Simolnár Albert egy kicsit olyan vallási, hogy úgy mondjam, nem tetsző mondatot ír le. A lényeg viszont a következő, hogy tudjuk-e azt, hogy kikről beszél Szent Simolnár Albert. Lehet tudni, mert leírja. Ezért is állnak bronzszobraik Váradon, a főtemplom előtti téren, amelyek egykor színtiszta arannyal voltak bevonva. Na most kik ezek a bronzból, kiket idéznek meg? Van három király egymás mellett egy sorban. Szent István, Szent Imre, Szent László. És külön még Szent Lászlónak van, tehát ő bent van a hármasságban, de ezek gyalog király szobrok, és van egy lovas szobra. Szent Lászlónak ez egy kicsit odébb van, és az külön.
található. Na most, amire viszont illik odafigyelni, és ezt azért illik erre odafigyelni, mert egy oda-vissza kapcsolatra figyelmeztet. Egészen idáig azt tudtuk, hogy a középkori három királyok ábrázolása, ki ez a három király, hát eleve, hogy király. Hát a úgynevezett szövegekben, most maradjunk Máté evangéliumában, hogy csak mágusokról van szó. Három napkeleti mágus. Nevük sincsen. Aztán nevesíti őket a hagyomány, tehát Mennyhárt, Boldizsár és Gáspárna, ők lennének a három királyok. Tehát eredetileg egyfajta hagyományban, most legyen a kanonizált evangéliumok közül a Máté evangéliuma, ott csak mágusok szerepelnek. Hogy kik ezek a mágusok, hogy pásztorok, királyok, buszvezetők, vagy egyáltalán turisták, utazók, vagy bárki más, ezt nem részletezi. Középkori hagyományban ezek királlyá lényegülnek. És nincs, hogy úgy mondjam, visszabeszédnek helye. És a Kárpát-medencében gondos kutatás, nem is kellett gondosan kutatgatni, akinek volt szeme, látta. Hát ha van egy öreg király, aki történetesen letérdel Szűz Mária trónusa előtt, egy koronát tart a kezében, másik kezében egy kelyhet, vagy csak a koronát, és ezt a kisded anyja ölében tartózkodó Jézusnak nyújtja. Majd van egy fiatal király, ő egy ifjú király, most a veleméri templom freskóit idézem, Pap Gábor erről részletesen beszokott számolni, tanulmányban, előadásban és filmekben is. Tehát azért készültek most már nagyon jó fényjárás dokumentáló filmek is. És hangsúlyozom, a hivatalos kutatástörténet is eljutott idáig. Miért? Hát mert lehet látni. Csak nem kell róla annyit beszélni, miért, mert hát, ha megjön az eszünk. Tehát megmarad az érdekesség szintjén. Tehát felmondják ezt a leckét ám, hogy igen, a magyar három királyokat idézi meg. Na is, el van intézve. Ha máshol is szokták, mutass egy példát. Na és nincs példa. Na hát történetileg így alakult. Tehát van egy fiatal király, csupaszképű, sokszor ilyen, megejtően angyali képű, és vele méren lóháton ül, és a kelyhet így feltartja a magasba, és eleve felfelé tekint, hát ki lehet találni, ez a saját életének a kelye. Ezt áldozza fel. És van egy középkorú király, érett férfi korban van, a haja, a bajusza, a szakálla, a korona, az arcberendezkedés pedig, majd látni fogjuk, hát kétfelé fésüli a szakállát, a kort is el lehet helyezni, tehát a saját életkorát, a hajviselet is ilyen nagyon szépen így körítve van, mint hogyha egy aura venné így körbe, tehát ilyen nagyon érdekesen van fésülve, tehát egyfajta ilyen keretet ad az arcának. És hát lehet érzékeni, ez a három életkor, ez minden ábrázoláson, ahol megjelenik Szent István, Szent Imre, Szent László, ez eleve őket idézi meg. Csak hogy itt ez Melchior, ez Kasparus és ez Baltazár. Igen ám, de aki a lóháton ül, és az úgynevezett életkorban lévő, szakállát szétfésülő király, ez ott áll Szűz Mária trónja mögött. Kezében bárd van, a fejére egy angyal éppen akkor helyez koronát, és ki ő? Szent László a magyarok királya. Na most, ha itt Szűz Mária trónja mögött, ő Szent László, ugyanabban a zöld palástban, ugyanabban a viseletben, ugyanazzal az arccal, a három király közül a középső, aki a lóháton ül, akkor ott nyilván ő is Szent László. És az öreg király, aki letérdel, na és itt jön a keserű leves sokak számára, na ez a Szent Istváni szerepkör. Tehát kapaszkodjunk meg tulajdonképpen a csecsemővel. Ki kerül kapcsolatba? Szent István.
az öreg király koronáját felajánlja Jézus Krisztusnak. Szent Imre egyel odébb van. Szent László éppen érkezik. Szent István most szállt le a lóról, ahogy mondani szokták, ha valaki a gyermek Jézussal találkozni akar, illik leszállnia a magas lóról. Viszont valamire figyelmeztet bennünket. Ha kiiktatom Szent Istvánt, mi az, ami garantáltan nem történik meg? A találkozás. És ezt a találkozást szeretnék, hogy úgy mondjam, hitelteleníteni, tehát hogy ne történjen meg. És ezért azt kell mondani, hogy ha zsáka foltját alapon népnemzeti színekbe ugyanazt mondják, mint nyíltan magyar ellenes színekben, akkor észre kell venni, hogy ez a kettő ugyanannak az iskolának az iskoláját képviseli. Csak az egyik azt tudja, vagy sejti, hát a másik pedig beiratkozott. És észre se veszi. És hogy valakik ott nevetgélnek. Hát ezek pedig az úgynevezett janicsár képzésnek a különféle ágazatait képviselik. És az, hogy itt életkorok is megjelennek, hát ez középkor óta el szokták mondani. Ez magának a mágusok, tehát az élet fénymagjának az útja. Mit ér az én életem, ha öreg fejjel nem találok vissza, ma született, ártatlan tisztaságú csecsemő állapotomhoz. Hogy mondja ezt maga Jézus? Ha nem lesztek olyanok, mint egy kisgyermek, nem mentek ti innen sehova. Mi az, hogy mennyek országába mennétek? És az, hogy a nagyon öreg jut el a most érkezőhöz, azért ez mindenféleképpen gyönyörű. Mert ez azt is jelenti, hogy a három király és a csecsemő Jézus az emberhez méltó emberi élet útját járatja végig velünk. Na most templomi falfestményeken, tehát templomi falfestményeken általában nem látjuk ezt úgy feliratozva, hogy Szent László, Szent Imre, Szent István, hanem mindenki, aki látja, érzi, hogy itt egy átfedés van. Szenci Molnár Albert viszont mire figyelmeztet? Hogy ez fordítva is igaz. Mert a Váradi főtéren nem Baltazár, nem Mennyhárt és Melchior, és nem Gasparus Gáspár szobra áll, hanem Szent Istváné, Szent Imréjé, Szent Lászlóé. És hogy szól a hagyomány? Mivel úgy tartják, hogy azok a mágusok saját őseik voltak. Tehát a három magyar szent király szobrot Szent László Nagyváradán az ottani püspökséghez tartozó keresztény lakosság azonosítja három mágussal. Tehát megtörtént a visszacsatlakozás. És még egy apróság, mivel úgy tartják, hogy azok tulajdon őseik voltak. Na most a káldeus mágusok milyen útmutatás alapján jutottak el? Nimród kinyilatkoztatása alapján. Magyarok őse, Hunornak, magyarnak atya, a világ első királya, tehát maga Nimród. És ezzel gondolom sejtjük, teljes egészében zárult egy hagyománykör. És 1600-as évek legelején vagyunk. És tulajdonképpen nincs vita. Oda-vissza létezik a kapcsolatteremtés. Jön Evlia Cselebi, de most lovat váltunk. Tehát Evlia Cselebi 1660, török elfoglalja Váradot. A király szobrokat beolvasztják, gondolnánk. Én is erre gondoltam. Teljes joggal, mert a három gyalog király szobrot óriási nehézségek árán, tehát vannak leírások, ugyanis olyan bronzból lett öntve, hogy nem lehet semmivel kikezdeni. Kohóba teszik és nem olvad meg. Tehát mire Nándor Fehérvárra hurcolja a török a három király szobrot,
mire sikerül azt beolvasztani, hát nem tudom, mennyi idő telik el, de ez mire figyelmeztet, ez nem hétköznapi bronzöntési technika. És a kolozsvári testvérpár alkotásáról, Győzről és Mártonról van szó, akik ezeket a szobrokat alkották. Na most, el kell azt is mondani, hogy ezek a szobrok, mivel mágus királyokat ábrázoltak, mágikus képességekkel rendelkeztek. A legnagyobb harcok forgatagában, hát itt már lövedékek vannak. Evlia Cselebi is leírja, csak minden részt én ki sem írtam, és fel sem fogok olvasni. Elmondható néhány mondatban. Tulajdonképpen hát 1660-1526 óta, sőt, hát van olyan, amikor Mátyás király ideje alatt a török váradot, mikor Mátyás kint van az országból, fent északon a Kárpátokon túl, kihasználják a lélektani helyzetet, és Várad külvárosát is felgyújtják. Tehát ez azt jelenti, hogy Várad évszázadokon keresztül ki van téve a török támadásnak, de hát 1526 Mohács, 1660. augusztus 27, majdnem 29, Várad elfoglalása. Akkor ki lehet találni, hogy mennyi ideig próbálkozik a török. És repülnek a lövedékek. Mi az, ami soha nem történt meg? Golyó, puskagolyó, ágyúgolyó, egy gondolat a szobrokat soha nem találta el. A tető beomlott sokszor ostrom idején, a templomnak a teteje. Hát minden, ami elképzelhető, az találatot kapott. A szobrok soha nem találtattak el. Oly módon, hogy időnként még az is megtörtént, hogy a török ostrom közben hallani vélt egy hatalmas nagy nyerítést. Szent László Érclova nyerít. Annyira meglepi őket ez az eset, hogy az ostromot abba hagyják ilyenkor, és szépen elmennek. Hát valamilyen szinten Arany János ugyanezt a történetet dolgozza fel. Tehát amikor Szent László a székelyeket megsegítve Nagy Lajos idején kikel az ő saját sírjából, kilép a váradi sírból, és ott van a templom előtt, és mit lát? Hát ott vannak a gyalogszobrok. Ott van a lovas szobor, mi történik? Az Ércló felismeri gazdáját, nyerít egyet, és a szobrot ledobja a hátáról. A szobrot, és Szent László pedig, Arany Jánost idézem, felpattan az Ércló hátára. Tehát a lónak tulajdonítottak még a szobrokon kívül valami elementáris mágikus hatást. Evlia Cselevi írja a következőket. Ezek a szobrok olyan szépek voltak, hogy mindegyik ragyogott az aranytól. Mindegyik felért egy-egy rumtartomány adójával. Szemeik éjjel világító kőből, körmeik 20 karátos gyémántból voltak. Némelyik kezében drágakövez, zománcos buzogány és dárda volt. Derekukat, öv, vállukat pajzs díszítette. Némelyik lóháton ülve, másik pedig gyalog volt. Aki lovaikat látta, hát itt nem többes számot kéne használni, aki lovaikat látta, azt vélte, hogy elevenek. Mindegyiknek a termete felért 2 ember termetével. Éjjel világító kő. Egy drága kőnek, egy körömkőnek az értéke, mint rum valamelyik tartományának évi adója. Hogy mi pusztult itt el? És 1660-ban pusztulnak el a gyalogszobrok. 1670, szó szerint az idézet, 10 évvel rá, és most ott ül Szent László szép lovon magasan kiemelkedve. 1683, látható lóháton művészi módon érzbeöntve, márvány talpazaton, kicsoda, Szent László. Kipusztította el Szent László lovas szobrát. Hát én már nem merek itt, hogy úgy mondjam, neveket, meg családneveket, meg dinasztiákat megidézni, de ez azért mégiscsak elképesztő. 1683-ban még úgy beszélnek, nem a 3 gyalog királyról, hanem a Szent László
lovas szobráról, hogy látható. És végül Paulus Rutenus 1509-ben lengyel humanista. És nem messze lovas szobor áll a magasban, ahonnan Szent László, Daliás termeted, árnya lenéz. Ezt, aki egyszer látta, dicséri, csodálja, imádja, és nem hiszi el, hogy ilyet alkotott az emberi kéz. Ez nem hétköznapi kultúra, nem hétköznapi műveltség. Biztosan azt hiszi, égi terekből szállt le a földre. Na most röviden, sommásan akkor a végső konklúzió. Vissza a kassai kódexhez. Ő száz ember lévén nem ismeri, hát az egyik tanú egy per tartás révén, a régiek szokásait, és nem érti beszédeit. Valamint a magyarok közül sokan tartanak olyan ünnepeket, amiket a kereszténység másképpen tart. 13. század. Nem néhány magyar, hanem úgy általában a magyarok közül. Például Krisztus születése ünnepén. A régi magyarok a sólyom ünnepét tartják. Na most nem árt tudni, hogy ez a kettő egy és ugyanazt a minőséget jelzi és fedi le. Következő idézet. Nagyon öreg mágus, amikor karácsonykor a fiatalság az első sólyomokat felrepteti, szokott énekelni és beszélni a régi idők dicső eseményeiről. Megfogadtatta az ifjúsággal, hogy ezeket a dolgokat az emlékezetből kiveszni nem hagyja. Akkor még valami, tudja, hogy fiát, tehát az egyik tanú, sok társával a sólyom ünnepén, amit a régi hitűek az Urunk születése napján tartanak. Karácsonykor is, amikor a mágusok a fiatal sólyomokat megáldják. Tehát vannak mágusok, vannak mágus királyok, van ős mágus Nimród, aki mágusként megjövendőli a mágusnak, Jézusnak a születését, és három napkeleti mágus, akit aztán a későbbi magyar hagyomány azonosít Szent Istvánnal, Szent Imrével és Szent Lászlóval, és amikor Váradon Szent Imre, Szent István, Szent László szobra ott van, akkor nem azt mondják, hogy Szent Imre, Szent István, Szent László, hanem ők a három mágus király, akik az ő tulajdon őseik voltak. És ezzel bezárul a magyar kereszténységnek a mágusokra vonatkozó kalandozása, de lehet, hogy folytatjuk ezzel a témával. Köszönöm szépen a figyelmet!